No, hát szeretettel köszöntök mindenkit, szépen népesen összejöttetek, és mekkora türelmetek van, hogy eddig vártatok rám. Nekem is volt türelmem, de elfogyott. De pont addigra fogyott el, amikor már én jövök. Most hát a mai Szent Evangélium, ha már tényleg csatlakozzak a Miklóshoz, ez egy nagyon izgalmas téma, a konteók és titkos szimbólumokról fogok most beszélni. Hát először is tisztázunk kell valamit, hogy a konteó az ugye micsoda? Konspirációs teóriák. Megfigyelhettük, hogy a hatalom azt csinálja, hogyha gazemberségeit kezdett leleplezni, megpróbál ugye megkörnyékezni, hogy hagyd abba, ha nem hagyod abba, akkor azt mondja, hogy hát persze, konspirációs teória, ez csak, kérem szépen, ez csak teória. Hát most azokat a teóriákat nézzük meg, ami valóságnak hívnak, meg realizálnak. Ezek realizálódnak, és attól kezdve már ugye nem elmélet, konspirációs teória, vagy összeesküvés elmélet, ezt szokták igazán mondani, mert hogy nem bizonyítható. Hát könyörgöm, hát a titkosító, nem tudom bizonyítani, de attól én még tudom, hogy az van, mert azért hála Istennek, ahol titkosítanak, ott vannak olyanok is, akik nem szeretnék, hogy titkosítsák. És azok beszélnek. És akkor az ember megtud olyan dolgokat, amit hát ugye el kell számolni több millióig egyesével, hogy ne csapjon az asztal szélére. Előre, végén szokták mondani a konklúziót, most kivételesen előre mondom. Gyakorlatilag én azt gondolom és azt látom, hogy az emberiség szinte minden szinten meg van vezetve. Mindenben be vagyunk csapva, nem véletlenül zajlanak azok a folyamatok, amik a hétköznapokban mindannyian a bőrünkön, a gyerekeink bőrén érzünk, mert hogy pontosan erről szól a fáma, hogy itt egy hamis világot kellett felépíteni. Természetesen az iskolákban realitásokat tanulunk is, úgy korrekt, de alapvetően nem szeretnék, hogyha megtudnák. Van egy elit, amelyik bizonyos értelemben nem velünk tartják a kapcsolat, és nem minket szolgálnak, hanem egy bizonyos kört, például a kabalt, a kabal egy magasabb kört, és így sorolhatnám. Létezik az úgynevezett 300-ak, akik azért vannak, hogy mi ne is legyünk. Ugye majd beszélünk sok érdekes dologról, többek között a georgiai kövekről, ami majd rávilágít bizonyos dolgokra. És én remélem, hogy mire a végére érek, még ébren lesztek majd, de addigra az a lepel is lehull, amit nagyon-nagyon görcsösen próbálnak előttünk kifeszíteni, szó szerint a chemtrail-el, mert hogy el kell fedni az igazságot. Nos, a georgiai Guidestone, ugye, ezt biztos hallottuk, ugye Albertonban van egy ilyen kis, itt van a Alberton kis városka, ahol ezeket a speciális köveket bányásszák ki az Egyesült Államokban, és hát valakik megrendelték, hogy ezt az emlékművet, mármint ezt, építsék fel. Személyesen nem jelentek meg soha a cégnél, de számla-számra helyezték az összeget, és mondták, hogy nem érdekes, hogy mekkora az összeg, csak az a lényege, hogy építsék meg. Sőt, küldtek előre is pénzt, hogy komolyan vegyék. Miért érdekes, miért pont Alberton helyre tették ezt a dolgot? Mindenki olvassa, ezért elveszem. Tehát gyakorlatilag azért, mert utána nem tudjátok olvasni, hogy arról van szó, hogy a siroki indiánoknak ez a területe az ősi leírások alapján soha nem kerül víz alá, tehát hogyha az egész földet ellepné a víz, az akkor is megmaradna, és azért ide helyezték, mert ez elvileg túlél itt minden. Tehát ez egy olyan hely, olyan magaslat, ahol soha nem lesz ebből probléma, most már el lehet olvasni, viszont most már haladunk tovább. Jó, olvassátok csak el. Hát azért, hát így figyeltek, hát itt ezt mondom. Hát én leadhatom, hogy tök szárazon fogottam, de nincs értelme. Így meg izgalmas, hogy el tudom olvasni utána, vagy a János lekapcsoljuk. Ez így van, ez a három lehet. Vagy igen, vagy nem, ez a három. Matekból nem voltam jó. Tehát gyakorlatilag, és ide helyezték ezt, és nem véletlenül nevezik ezt, mivel itt egy különleges gránit, most ezt hagyom, hogy elolvassatok.
van. Ezért érthető módon itt a helybéli területről kellett ezt kitermelni. Itt van, amikor készítették, és lehet látni ott oldalt a jobb felső sarokban, hogy ilyen hatalmas lapkákba választják le, nagyon ügyesen hasítják a követ, illetve a gránitot, ami egyébként nagyon-nagyon nehéz, és a legnehezebbek egyike, tehát ugye a megmunkálás tekintetében, de azért ügyesen. Na most, ez 1980-ban került felállításra, a napi egyenlőség pillanatára. Tehát mi köze van ennek a napi egyenlőségnek ahhoz, hogy most ilyen kék gránit köveket föltegyenek? Hát majd sok lesz, majd kitérek rá nem sokára. Na most ez az öt ilyen hatalmas kőtömb, az ötödik az középen, illetve a tetején van egy zárókő. Ezek ilyen egyesével olyan 20 tonnások szép darabok, azt megmunkálni, és titokba kellett fölállítani, hogy az emberek ne tudjanak róla. Hiszen ugye a nevében van Guy Stone, tehát útirány kövek, tehát hogyan tovább, ez a lényege. Ezt volt hivatott. Kétféle verzióba fogom megmutatni, az egyik, ami egy kétféle fordításban. De a kétféle fordításban a második fordítás, amit fogok végigmondani, az egy emberbarát, az egy teljesen józan, az egy nagyon normális dolog, de ahogyan lefordították az elsőt, az nem. De alapvetően azért az első, a sajnos jobban hozza. Egyáltalán ugye próbáltak, hogy Robert C. Christian volt, aki ezt megrendelte, de ez egy álnév volt. Ez természetesen csak egy álnév volt. És a lényeg az, hogy azt mondták, hogy ezt élő ember nem tudhatja meg, hogy kiállította. Hát ugye konspirációs teória, csak álmodozunk, csak képzelődünk, de mégsem tudhatjuk meg, hogy ki van a dolgok mögött. Ugye hasonlít tulajdonképpen, mivel a tavaszi-őszi napi egyenlőség, ahogy a Stonehenge-nél is, ugyanígy itt is megtalálható, csak itt annyival másabb, hogy ennél úgy is hívják, hogy USA Stonehenge-e idézőjelbe, egyébként USA-ban rengeteg Stonehenge van, tehát az hogy Salisbury-ben van Angliában, az egy dolog, és Angliában is 16 darab van, tehát Stone and Wood, Stone and Earthhenge, tehát Seahenge, tehát a tengerben van így fölállítva körbe, tehát azért nagyon sok minden, de Amerika szerte rengeteg van, ilyen, ahol a tavasz-őszi napi egyenlőség, de hát nem csak, hiszen Stonehenge, azt tudjuk, hogy a druidák voltak ott, és ilyen 7000 éves kultúráról beszélünk, de hogy hogyan szállították oda ezeket a 20-30-40 tonnás köveket, az egy jó kérdés, abban az időben a kőkorszakban, tehát azért ezek, ugye ezt is István fejtegette, hogy abban az időben ez indokolatlan, lehetetlen, valami külső beavatkozás, egy fejlett civilizáció beavatkozására kell gondolnunk mindenképpen, és ez így is van valóban. Több alternatíva született a tekintetben, hogy mégis ki, vagy miért állíthatta ezt a kő tömbsort. Ugye egyik az volt, akik azt mondták, hogy hát reklámból, hogy fellendüljön a turisztika, és a turizmus most már majd minden sok pénzt fog befolyni ennek a látványnak a megtekintéséhez, ezért készül. A másik, ugye Rudolf Steiner féle módszer, ugye a rózsakereszteseknek a terve volt, egy kicsit ehhez közelít, de nem az. És a harmadik pedig a szabadkőmösek, na ez azért úgy kezd már nagyon közelíteni, gyakorlatilag, ez már forró, ugye a meleget azt nem merem mondani, de már forrót azt igen. Igen, a fiam mindig mondta, amikor futott, hogy apu, úgy olyan forró vagyok, az nem baj, fiam, csak meleg ne legyen. És hát gyakorlatilag a szabadkőmösek vagy az új világ rend. Az, ami most hatalmába kezdi keríteni az egész világot, egy gazember bűnöző banda, és nevezzük nevén, és ne féljetek nevén nevezni, mert ezek azok, az eredeti szabad kőművesek, azok szabad építőmesterek voltak, amikor megalakultak, és városokat próbáltak szebbé tenni, tehát a cél nemes volt. Aztán becsapódtak ehhez a gazemberek, akik ebben jó üzletet láttak. És hát onnantól kezdve, sajnos ez a dolog, hát elpont-pont-pont. A többit találjátok ki. Jelek és feliratok vannak ezen az érdekes kőhalmazon, ha szabad így mondanom.
Például 8 nyelven, tehát minden egyes kő tömnek, egyik oldalán is van egy nyelven, a másikon is, megint mondjátok kívülről. Tehát akkor gyakorlatilag ez a 8 nyelv, ez a világ 8 úgymond leggyakoribb nyelvéről, amit nem értek a szuahéli. Azt nem gondoltam, hogy a szuahéli az egy, jó, Afrika nagy része szuahéli nyelv, és az egy nagy földrész, azért azt hozzá kell tegyem. De nem gondoltam, hogy ekkora, hogy azon is meg kell szuahéli nyelven örökíteni. Nos, itt vannak, most már lehet szabad a vásár, és hát én nekem mondom, egyedül a szuahéli az, ami úgy, a többi az úgy érthető, persze a szuahéli is természetesen. Na most, mi is tulajdonképpen ez, miért született ez? Hát ezt így is mondjuk, igen, az új világ rend 10 parancsolata. Ami ugye indul az egyessel, és most a vadabb verziót fogom először elmondani, hogy 500 milliónál többen nem maradhatnak. Na de hát gondoljuk bele, hát ugye 8 milliárdan vagyunk, most már szerintem vagyunk. Amikor készítettem, akkor még olyan 7,5 milliárdan voltunk. Hát szaporan épp az ember, tehát 8 milliárdhoz vagy már el is értük. De gondoljuk bele, ki lesz az a 7,5 milliárd, aki nem költ? Te, én, ki? Ők nem. Ja, ők nem. Hát ők persze, hogy nem. Pedig veletek kell kezdeni. És imádom ezt a rádióban hangzott el, 44-szer nagymesterünk mondta, hogy háború, és egyszer mondta békét. De ő békepárti. Nem azt kellett volna 44-szer béke? És egyszer a háborút? De végül is... Annyira békések vagyunk, hogy harckocsigyártásba kezdtünk. Hát a béke szimbóluma. Milyen galamb, babér, ugyan már. Harckocsi, hát azzal lehet a béke galambot lelőni. Szóval, tehát gyakorlatilag ez az 500 millió, ez nem tréfa, ez a bőrünkre megy. És mindig azt kell, hogy mondjam, hogy 1% ez a gazember csapat a világban, aki a háttérből, mint láthatatlan kezek, irányítja, vagy próbálja tönkretenni az emberiséget, és 99%-on vagyunk mi. Tehát megint csak azt kell mondjam, hogy sok lúd disznót győzne. A lúd az igen, de libák vagyunk. Nem ludak. Tehát én azt gondolom, hogy a legmegdöbbentőbb az, hogy ennek az 1%-nak a zsebében van, a 99%-unk pénze, és a 99%-unknak 1% pénze van. Jó van elosztva, igazságos. Ahogy ugye a Jóska bácsi, meg mondjuk a Iván beszélgetnek, találnak egy zsákot tele pénz, és akkor mondja, ugye, vagy Szergely, tök mindegy, hogy aztán osztuk el, azt mondja, testvériesen. Szóval Jóska, nem, fele-fele alatt. Szóval ez valahogy így van itt is, egy testvére sem van elosztva, őké minden, milyen meg semmi. De jó van ez így, hát mindenkinek tetszik. Semmelyikünk, most nem itt, mert ti azért ültök itt, amit én nagyon tisztelek és mindig köszönök, hogy öröm előttetek ilyenekről beszélni, mert értő közönség vagytok, vagy hallgatóság, tök mindegy, hogy mondod. Ott van bennetek az a parázs, az a tűz, amit nem engedtek ki hunyni egy tized másodpercet, és soha nem is szabad engedni. És nem szabad félni, történjen bármi. Sokan vagyunk. És elegen is. Van, aki azt mondta, hogy de nem elegen. De sokan vagyunk, és lépni kell. Ahhoz persze tisztába kell jöjjön olyan dolgok, amiről most beszélünk. És tudom, hogy itt sokatok, vagy talán mindegyikötök, ezeket ismeri, de beszélni kell róla. Ezt nem szabad hagyni. Itt van a túlélők száma. Köszönöm. Azt hiszem, kitapsoltál. Elos, mára ez elég volt. Gyere vissza, aztán a nyána, ugye mondja a spanyol, hogy gyere vissza holnap. Na jó, tehát gyakorlatilag ott a halottak száma 95%. Reli versen a szomszédban, igen. Gyakorlatilag túlélők 5%? Hát viccelünk, egy szűk mag, egy patkánycsoport eldönti, hogy mindegyikünknek meg kell halni. Lásd, Covid járvány. Egy járvány. Komédia.
De nem volt komédia. És ma sem ülnek a felelősök börtönben, pedig több országban már elkezdték a pereket szépen. Csak egyet felejtettek el az gazemberek, hogy a hágai törvény genocidiumot a mai napig is halállal bünteti, vagyis a népirtást. Remélem, hogy sor is kerül rá majd. Ja, taps nincs, nem. Majdnem hazamentem magam, Na nézzük meg, hogy így néz ki a gyakorlatban, hogy ugye ez 1 milliárd volt itt baloldalt legalul, akkor a 1800-as években körülbelül a lakosság, és így emelkedett, a 2000-re már 6 milliárd, 7,6 milliárd ugye az 2017-re, és aztán utána a fáklyás mellett. Ennyien maradhatnak ebből. Nézzétek meg azt a nagy piros oszlopot, meg azt a pici fehéret. Ez lesz a különbség. Most ki marad a fehérbe? Ja, nem szavazás kérdése, majd ma halljuk. Ugye, második, ja, visszalapoznám a fényképezzel? Nem. Csak téged. Ja, csak engem fényképezzel. Akkor beadtam volna. Máskor szóljál. Akfogó nincs, jó? Tehát, na. Szóval, tehát gyakorlatilag nem mindegy, hogy ki tartozik ide vagy oda. Aztán ugye irányíts bölcsen az utód nemzést. Hát az elég bölcsen, itt látszik ez a gazember, aki ugye a kabálnak a tagja, az első számú gazember. Ő filantróf, nem? Tessék? Ő filantróf, nem? Igen, meg mást is mondanék rá, de ezt a jó neveltetésem, meg a, szóval az adás tiltja bennem. Pedig mondanám. Gyakorlatilag itt vannak ezek az oltások, amit ő gyönyörűen felhasznált már eddig is Afrikában, körülbelül 7-9 ezer gyereket ölt meg. Aztán áttette a székelyét Európára. Szóval mondta, itt is. Hát itt is hullik a férgese. Csak nem volt férgese. A férgese te vagy, barátom. Tehát azért mondom, hogy ez egy igen szép mondat, hogy irányít bölcsen az utódnemzés. Lásd, Kínába bevezették azt a törvényt, hogy nem 23 gyerek lesz, hanem egy, fölötte már büntetés kell fizetni. Azt mondanám, hogy humánusabb, csak ugye, azt ugye a szaporolt az úgy néz ki, hogyha két, tehát van az apa meg az anya, igen. Át kell vennem ezt a részt, mert a nagyunk, a csatornadíjasunk mondta, és a gyerek. Na de az kipusztuló faj, előregedő faj. Minimum 2, a szinten tartó faj, és a minimum 3, na az szaporodó faj, vagy növekvő faj. Na most itt pontosan erről van szó, hogy Kínában a 23 az nagyon növekvő faj. És ezért bevezették, hogy egy, magyarul csökkenjen, hiszen 1,5 milliárdan vannak már, de most már kezd beállni ez az arány, és nem olyan ütemben, ami logikus. Na ez irányíts bölcsen, ez bölcsöntés. Eljött az a pillanat, amikor azt mondják, most már 2 gyerekkel. Mert tényleg, ez így normális, de az, hogy kiirtani különböző vegyi anyagokkal, majd egy következő előadásban, nem ma, megnyugtatlak ma, nem ma, benneteket lesz a Chemtrailről, a Blue Beam Projectről és a HAR Projectről fogok beszélni. Ugye csak magnéziumból 9000-szeres a túlszennyezés. 9000-szeres. Ciánból is jó, valami 4-szeres. Na jó, de hát ugye... Tehát sorolhatnám. Na mindegy, szóval magyarul ők ezt az Agenda 17, Agenda 19, Agenda 20, ez egy ilyen találkozó, ahol döntenek rólunk, nélkülünk. De hát már miért nem lepődök meg? Tehát gyakorlatilag pontosan. Tehát ez elég bölcsen irányítja. Aztán egyesítsd az emberiséget egy új élő nyelvvel. Miért eddig holt nyelvet beszéltünk? De értem én, hogy miről van szó, majd aztán fogok arra reagálni. Szabályozd a szenvedélyt, a hitet, könyörgöm. Mit nevezünk szenvedélynek? A drog, alkohol, és most nem sorolom, mert sorolhatnám. Hát ti terjesztitek éppen. Már nem ti. Hát mit akarsz? Nem magatokat kéne leszabályozni? Aztán menjünk tovább. Oltalmazd az embereket. Hát tényleg. Védő vakcinákkal. Oltalmazd az élettől őket. Bizony. Igazságos törvényeken, erről inkább hanem Sintér barátunk, Sintér Sándor, ugye ebben nagyon aktívan részt vesz. Engedd, hogy a nemzetek belülről irányítsák magukat. Ott azt tényleg történik.
Központilag ez van, azt jó van. Nem tetszik, így jártál. Kerüld a felesleges törvénykezést, a bürokráciát. Bocsánat, a bürokráciának van jó oldala is. Ezt hiába mondják, hogy a papírforma dehogy, így van hülyén elmagyarázva. A bürokrácia részfolyamatokra bont dolgokat. Valaki csak a 6-os csavart, mint Chaplin, ugye a 23-as csavart egészen, és meglátott egy kabátnak a dagonyát, rögtön már így állt a reflexből a keze. Persze. Na de az a részfolyamatban viszont precíz lesz. És jó javaslatokat tud, nagyobb fejlesztési terveket. Tehát a bürokrácia nem papírformából áll, csak pont. Nézzük meg a következő. Tartsd egyensúlyban az állampolgári jogokat a társadalmi kötelezettségekkel. Ez, ha így lenne, de jó lenne. Csak hát ez ugye nem egészen így van. Sőt, abszolút nem így van. Ugye amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökölnek. Lásd, politikusainkat nem kellett beoltani. A politikusoknak nem kell beszámolni dolgokról. Ők titkosíthatnak. Azért választottuk meg, hogy előttünk titkolózzanak. Hát mert olyan hülyék vagyunk, hát nem, ahogy ne. Vadászol? Egyik haveromnál is így kezdődött. De ma már jó helyen van, tehát pili, fehér köpeny, fordítva kellett belemülni. Az azért gondolt. Na, szóval. De nyugodtan, úgy érzed, nyugodtan. Amit jól esik. Csak ide ne hajtsd ide felém, jó? Mert akkor én kezdek itt legyeskedni. Na, tehát menjünk tovább. Hát a társadalmi kötelességek, azok soha nem léphetik túl arányaiban a humán, az állampolgári kötelezettséget, vagy a jogokkal. Ez nem borulhat fel. Nem érzed jól magad benne. És már pedig pillanatilag, már terjed, ez ragályos. Folyleke. Na így is lehet nevezni, persze. Na de ennyi? Ez eszembe jut a... Most bocsánat a példáért, ne vegyétek, nem erre szól. A Bolondok házában mondja a pasi, az egyik Bolond a cipőt fogja, és akkor ott simogatja. És akkor mondja neki az orvos, hogy szóval mi, jaj, de aranyos kutya. Igen, persze. Azt mondja, de ez egy cipő. Ja, tényleg cipő. Elmegy az orvos, ugye jót átvártuk a doktor bácsi. Szóval ez körülbelül él. Terjed, aztán... Na, még a mocska is megvadul. Nézd meg. Na, szóval, tehát gyakorlatilag az állampolgári jogok azok döbbenetesen fontosak ahhoz, hogy egy társadalomban, egy közösségben valakik jól érezzék magukat. És ez nincs így. Világviszonylatban nincs így. Vannak kiemelkedő országok, ahol tényleg nincs így. Itt se, úgy értem. Sőt, itt nincs egyedül majdnem már. Ahogy Bogár Laci mondta, hogy létezik Latin Amerika, és úgy fogalmazott, hogy ez meg Latrina Amerika. Találó. De hát ez van. Most nézzük meg a következőt. Becsüld meg az igazság, ez tényleg jó lenne már. Ugye, hogy hívják a ügyészünket, a főügyészünket? Nem, az óvatosságon nem mondom ki ilyeneket. Tehát gyakorlatilag a szeretet kéne, hogy felváltsa ezt a dolgot. Hát most tényleg ugye voltak, akik nagyon szerették a gyerekeket mostanában, és tényleg a szeretet a legfontosabb. Úgyhogy kibőjtöltem én is a dolgokat. Komolytalan népség. Nem nevet, együtt érez, oké? Okay? Szóval, tehát a szeretetet... Rossz, aki rosszra gondol. Igen, tehát szeressük egymást, ugye? Ez van, te is egymást, meg a feleséged is egymást. És akkor milyen jó kijön. Nézzük meg a következőt, hogy ne légy rossz szint alatú daganat. Édes Isten. Szórja ránk a kemikáliát, hogy daganatosak legyünk. Nem is értem. De tényleg nem is értem. Ott a Vihánszka szektort ott kiürítetem mindjárt. Tehát, hogy helyet a természetnek? Na ebben előjárunk, mert a lomb korona sétányban ott tényleg helyet hagytunk. Ott nincsen korona, meg lomb se. Adj teret a mindenségnek. Hát ott tényleg ott a síkságnak adtak akkor a területet, előtte persze kiirtották a fákat. Na nézzük meg a kultúrátat.
Már fölvesz. Jézus, ezt mind, János, mindal akarod mondani. El. Rossz hírem van, el. Tehát azt mondja, tartsátok 500 millió lakosságot, népesség számot összhangban a természettel, de ez nem úgy, hogy reggelre lefűrészelünk mindenkiből egy darabot, hanem azt majd úgy tudatosan 10-20-100 év alatt. Az egy normális. Irányíts bölcsen az utódnemzést, javít az erőnlétet és a sokféleséget. Így van. Hát jobbára. Azt mondja, egyesít az emberiséget egyetlen élő nyelve. Na most ez ellen azért úgy van, mert ugye volt már erre próbálkozás, ugye, szanszkrit nyelv, az is egy műnyelv volt. Mi volt még a másik ilyen? Így van, eszmerontó. Igen, az se volt jó. Ezek mind ilyen halálra ítélt történetek. Hát egy nemzetnek az anyanyelvénél létezik szebb. Most én nekem még kell szuahéli nyelven mondanom majd valamit, mert úgy csinálják, hogy innen kivesznek 150-et onnan, ebből, abból, és akkor összeraknak egy egész szótárnyi adagot, és akkor, na jó, szóval nem. Ízös, szögedi beszéd, de hát nincs is jobb annál. Vagy sorolhatnám. Aztán tartsátok a hitet, szenvedély, stb. Tradíciókat. Igen. Az nem szenvedély, ha mondjuk megünnepelünk egy juhászfesztivál például, aminek hagyománya van. De az már igen, hogy a drogokat oda dobjátok, meg a fiataloknak ezt az agy pesgető zenét, ezt a... Hát ez tényleg. A agyrágó bogár is kimászik a fejükből. Tehát azért van rovartalanításra jó, de úgy egyébként meghűlnek a gyerekeik, ami nem jó. Hát az meg külön élmény, amikor mindenki fülhallgatóval ottan ropja, és nem tudod mit. És te is beállsz, csak neked nincs fülhallgatók. De mondjuk nem sokáig maradsz, mert elvisznek. Tehát hogy gyakorlatilag hagyjátok, hogy a nemzetek önmaguk irányítsák, ez így lenne. Helyes? Ha így is lenne. Tehát megint ugyanaz, de mégis valamivel árnyaltabb az a fogalmazás, vagy fordítási forma. Csak most kérdés, hogy ki hogy értelmezi. Tehát a szavaknak értelmezési jelentésük van. És ha én így értelmezem, hogy az a jó, vagy ez a jó, akkor már nem mindegy. Ne legyenek piti törvények, haszontalan hivatalnakok. Hát én tudnék rendet rakni ilyen helyen. Szerintem ti is, aki nagyon nevet, az meg különösen. Ja, igen. Hát jó idő van, jó, hogy jó időben mondjam, és jó idő van tényleg. Tehát legyenek egyensúlyban az egyéni jók és a szociális, hát erről beszéltünk, ez egyelőre nincsen. Minden fiatal megkapta az ő csókját a homlokára, aztán fizeti majd 5 életen keresztül a család. Aztán értékeld az igazságot, szépséget, a szeretetet. Tehát most az mondjuk az jó, meg harmónia végtelennel. Hát igen, ez korrekt lenne, és ne légy rossz indulatú dolgon, hát ez itt mondjuk már majdnem ugyanaz. De alapvetően ez egy kicsivel árnyaltabb, tehát ebben valamivel több van azért, úgy gondolom. Nézzük meg, hogy a fedőlap tetején ott tulajdonképpen holtnyelvek vannak. Ugye 4 oldala van, és a 4 oldalon 4 holtnyelv van. A babiloni, az egyiptomi, az ógörög és a szanszkrit. Ez mind holtnyelv. Minek? Hova? Kinek? Jó, tudom, feltámadás, ugye, mint az orosz mondja a temetőnél. De oké, okay, csak hát, de lehet, hogy oka van. Ugyanis valószínű, hogy visszajönnek azon civilizációk, akik ezen nyelveket beszélték. Nem nekünk szól az üzenet. Ez nem nekünk szól. Ugye ott vannak a babiloni írással, ugye, a szanszkrit, aztán az ógörög, és így néz ki ugye az egyiptomi hieroglif írás is. Tehát gyakorlatilag itt van 2 különös dolog. Van egyszer egy időkapszula, ami durván olyan 6 láb mélyen van elásva, és nem tudjuk, hogy mikor le kell kinyitni. Tehát az, oda valamiket beletettek azért, hogy majd akik túlélők lesznek, azok fel tudják nyitni, és ott lesz vagy a megoldás, vagy a lakáskocs, mert lábtörlő alatt már nem tudja, nincs ház. Tehát gyakorlatilag van még egy különös dolga ennek a történetnek, hogy csillagászati jelentősége van, hiszen említettem, hogy a Stonehenge az tulajdonképpen az is. Az áldozati hely volt, az nagyon sok minden volt a Stonehenge, sőt, aztán beszéltetek róla István a Stonehenge-ről, ugye, hogy az például megütik, az első olyan tér
hangot, hangzást hozott létre, mert speciális kövek voltak azok, és ha megütötték, akkor zengtek. És ez egy rezgés, ugye, hogyha megütik, az ez rezgés. És ez a rezgés bent tartotta a fölőre helyezett, körbe fölőhelyezett, mert nem volt zárt, mégse engedte ki, hogy a frekvencia kimenjen. Ez olyan, mint például a különböző törzseknél a varázslók gyakorlatilag füst mellett dobolnak. Ugyanis füst bezárja idézőjelbe, vagy nehezebben kerül ki belőle a rezgés, és a beteg felett ezt ütögeti ezt, és akkor ez a rezgés hat az arra a szervre. Ma úgy hívjuk, hogy medved. Az meg füstbed. Ugye? Mert korabeli időben úgy kell hívni. De már akkor is rájöttek, ebbe az a nagy, ugye? Ez az, amikor szoktuk mondani, hogy ez a abrakadabra, ábrák. Dobra, de még tovább megyek, abrak a dobra. Ugyanis abrakot tettek rá. Jó, már fejlettebb technológia volt az egri várban, mert ott borsot tettek a dobra, de a régi az még abrak a dobra, és pattogott, és elhelyezkedett arra a frekvenciára. Ugye mondtam, hogy most voltam kint Skóciába, és elmentem a Rostin kápolnába, ahol a mennyezet végig tele van, meg a boltívek tele vannak ezen rögzített frekvenciákkal. Majd egyszer. Politikus is, majd egyszer beszélünk róla, de majd egyszer megmutatom azért én mondjuk a kettőn között az, hogy én nem politikus vagyok, hogy ígérgetek csak, hanem majd meg is fogom csinálni, és akkor meg fogom mutatni ezeket a dolgokat. Tehát csillagászati jelentősége van visszatérve, és itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy kik építették, ez egy tábla, és tovább megyek, még van egy másik, és egyszerre ezek a kövek, naptárok, mert hogy a tavasz-őszi napi egyenlőség, majd mutatom egy síkba, bele lehet nézni, és lehet látni a nap, ahogy vonul. Aztán egyszerre iránytű valóban, mert az északi sarkcsillagra, a Vénuszra mutat, éjjel-nappal lehet látni. A Föld ekliptikája miatt, annak ellenére, hogy lapos a Föld. Nem is értettem, István, hogy hozhattál ide egy gömböt? Hát itt komolyan nem is értettem. Hát félrevezetsz mindenki. Hát most a lapos hívők most mit csinálnak? Átkeresztelkednek. Szóval na mindegy. Na de mindegy. Tehát az a lényeg, hogy tehát iránytű magyarul valamit mutat, kivétel a felhős, akkor logikus, hogy nem lát. Ugye? Időmérő, az nem véletlen, hiszen itt a kapszulára is egyértelmű utalások vannak, és csillagászat. Hát ugye a csillagászat az meg ahogy vonulnak, és majd ezt mindjárt látni fogjuk, de ezen kívül még nagyon sok minden, mert például van ott egy ekkora kőtábla, amin ugyanez a négy holtnyelv van felírva, középre egy dátum. És tudjátok, mi volt a dátum? A Fukushima robbantásnak az itt pontos időpontja. Hanem a huha az a hulladék hasznosító művészet. De szóval, tehát olyan döbbenetes dolgok vannak, de majd még majd beszélünk ezen belüli kockáról. Mert hogy kockák vannak oda rejtve. Csak azért mondom, hogy haza ne menjetek, még lesz érdekes egy-kettő. Tehát gyakorlatilag itt van ez az egész, és ez a nap éves körforgását vagy vándorútját lehet ezen megnézni. És itt van a naprendszerünk, ugye az első, ott a Vénusz, már úgy értem, hogy a második, de a Vénusz, ahol, és ez nagyon lényeges, ezt hívjuk ugye esthajnal csillagnak, gyakorlatilag bele van vésve, ahol ott világít, ott süt be a nap. Úgy, mint egy periszkóp, tehát majdnem úgy, csak nincs benne tükör. Tehát a fény sugár bevilágít, és ott lehet végigkövetni, sőt mutatom itt ezt például, itt lehet, hogy síkba is, ez meg a tavaszi-őszi napi egyenlőségnek a vonulási idején. És mindig másik részénél jelenik meg a nap. Tehát csillagászatilag is ott volt, aki ezt tervezte. Külön meghatározta, hogy hogyan kell kötelező elhelyezni ezt az egészet. Tehát itt azért nagyon értelmes dolgok és gazember dolgoknak a találkozójáról lehet beszélni. Fölülről itt van ez a szög, ahol az a fölül középen lehet látni, ott a nap, és ferde szög, tehát hogy megcsúsztassa a fényt, úgymond, és oda világítson rá. És hát ez az északi sarcsillag, vagy poláris, ahogy a nevében is benne van, és nézzük meg, hogy az nem egy, az kettő.
emlékszünk a dogonokra, amikor mondták, hogy ott fönt azok, ott nem, azt mondja, az 4 csillag. Azt mondták, hogy persze, nincs is nektek távcsövetek, az lehet, de ott 4 csillag. Azt a legújabb a Hubble-vel kiderült, hogy tehát ezeknek csak kontaktlencséjük van, és jobban látnak mindig. És tényleg 4 csillag, ugye? A Sirius 1-2, tehát ABC, és egy külön csillag, aminek ugye nem D a neve. Tehát ugyanígy, igaz, és látjuk ezért, hogy így, nem így kerülünk a nap körül, ez hülyeség, mert mondtuk, hogy spirálisan haladunk együtt a nappal, de kvázi arra jó, hogy a síkhoz képest ott hova, miért látjuk állandóan mi ezt az ekliptika síkját. Mert kötelesek vagyunk látni, mert tényleg ott van föld folyamatosan. Ugye Ézsaiás mondja, hogy fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Isten hegyére, a messze északon. No, ez az északi sarcsillag. Tehát azok az idegenek valóban jöttek, és itt Ézsaiásnak a Bibliából való ezen idézetét mutatom szándékosan. Léteznek bizonyos kockák a sarkain belülről elrejtve. Ezek az úgynevezett betűk és számok. Nézzük meg, hogy ezek mi. De most konspirációs teóriákról beszélünk ám. Semmi köze a valósághoz, csak úgy találjuk ki magunktól, mert ilyen összeesküvési hívők vagyunk. Nézzük meg, ott vannak a kockák, és látjuk, ezeket időnként cserélik. Valakik titokba cserélték. Hála Istennek voltak. Éber emberek. És a héber emberek is vannak, de itt az éberek tették a dolgokat, szépen fölrobbantották. Na de ne vágjunk a dolog elébe. Különböző számok, és minden oldalon egy szám vagy egy betű. Azt már nem ismerem mondani, hogy a kockának hány oldala van. Hány kockával szokták a kockajátékot játszani? 666, nem annyi darab, úgy értem, annyi 6-os. Jó játék, de mi köze van ennek az egészhez? Na, ezt fogjuk megnézni. Na, itt van például ez a kocka, 6 incs, nem 7 incs. Nem? 6 incs, így is, úgy is, és amúgy is. Tehát a 666 már a méretéből is ki fogja adni. Tehát tudom, ez összeesküvés elmélet. Higgyétek el, hogy csak itt összeesküvünk. És hát itt a végeredmény. Na nézzük meg, hogy az 1-es, 2-es oldalon van egy 20-as és egy 14-es. Aztán a másikon a 3-as, 4-es oldalon pedig a 8-as és a 16-os. Nem fociban mondom a 16-os. Betűk is vannak a kockán. MM meg jam. A jam az jó, az hogy reggelire az jó, vajos jam, az kenyér, az klassz. De az MM az micsoda? Nincs ott az end, jó? Angol szakos, nincs ott az end. Na de nem baj. Ezt megjegyeztem. Na de az üzenetét, hogy ez vajon mi lehet? Tényleg van-e ötletetek? Hogy? Kimaradt közt a hát még római. MVM, igen, pénztáros Lőrinc ezért nem örülne, amiket itt te most mondasz. Na jó, nézzük meg a Jam meg az MM. És akkor itt van az MM, az a Magdi milícia és a Sita milíciának az ellenség, akik az ISIS-ből érkeznek. A Jam, az pedig ugye, ja, előtte még nem gyorsan, 2016. augusztus 14-e, tehát 8. hóval van leírva, 8-14. Tehát ott a 8. hó, 14-e, 2016, tehát 2016, és az iszlám apokalipszissal azonosítják. Itt említettétek a Bálnak a épületét, hogy az fölrobbantotta az ISIS, 2015-ben robbantotta fel egyébként, de mert üzenete volt, mert majd beszélünk Bálról is, hoztatok farsangirulákat, nem? Hát, úgy akartok bálozni? Na, akkor mindegy, bálozunk anélkül. Anélkül ne, jó, Friday szólás volt. Tehát gyakorlatilag Magdinak hívták ezt az MM, az a Muhammad Magdi, Al-Magdi, aki elvileg a jó oldalon áll, és ő időszámítás 869-ben Irak területén élt, és ő az, aki úgymond megmérkőzik majd a jövendő sátánnal, nem ő a jövendő, hanem a Mahdi, aki meg fog mérkőzni magyarul a jó győzelmét
jelenti ez. Tehát van jó üzenete bizonyos értelemben, de ha megnézzük egy másik vonzásában, akkor nem hiszem, hogy arra gondolunk. Nézzük meg, hogy ez csak véletlen lenne, nem. Konspirációs teória. Ugye, négy szám együtt ugye ott van a dátum, összeolvasva 2016, amit már mondta, augusztus 11, és ez a Tisza B'Av, az nem más, mint az izraeliek a naptára. És az 5776. 5776, ő nekik más, teljesen más. Gyakorlatilag azok az istenek úgymond annak idején ezen időszámítás szerint dolgoztak. És ez mit jelent? 2016-ot nézzük, csak ott van aláhúzva. 5700 Jewish, tehát izraeli vagy zsidó időszámítás év, 5776, tavasz-őszi napi egyenlőség, és augusztus 13, 2016, augusztus 14. Tehát ott megmutattak valamit nekünk, és nézzük meg, hogy ez mit jelent. Sikerült? Nem. Akkor sikerüljön gyorsan. 5776, az 2016 a mi Gergely-féle időszámításunkkal. 5776-ot, ha incsbe megadom, az 146,7 méter. Na az mi? És ugye ez a Tisza B'Av naptár, aztán a Gergely naptár, a Cheops piramisának a magassága. Pontosan annyi. Tehát, profi, most már, mert ugye ez magasabb volt, arany kuk volt, arany csapka volt, csak hát ugye Fuchs kellett otthon a lányoknak, fiúk meg hazavitték. Tehát rosszabb, mert a fehér piramisnak nevezték a Cheopsét, és az fehér márvány volt, azért nevezték fehérnek, és gravírozva volt bele, és az is ki volt öntve, azt is összeszedték. Hát élelmes nép, van ilyen. Hát itthon is tudok ilyen élelmes népet említeni, ilyen neveket is. Na most nézzük meg, hogy a rejtett üzenete tulajdonképpen mi is a Geistonnak. Hát először is az, hogy a Földünket irányított titkos társaságok emelték tulajdonképpen ezt az egészet. Itt a Koponyák Csontok Társaságától a Illuminati, a Bilderberg Klub, és most sorolhatnám. Ezek mind-mind arra szolgáltak, hogy bizonyos tudásszintet megkaptak az idegenektől is. Hát ez miért nem lep meg, hogy ma ugyanígy titkosítanak mindent, mert akkor is titkosították a nép elől. NVO, Új World Order, vagyis az új világrendre készül, ez az igazi üzenete, amit végül is felolvastunk, illetve végigvettünk. Nézzük meg, hogy ezek az emlékoszlopok, ott látszik, ott már valaki itt oldalba vizelte, csak jó magasra, ez Anunnaki volt, mert jó magasra. Ez szó szerint jó magasról tett a dolgokra, és megnyilatkozások vannak. Itt van ez a csodaszép Barbara Max Hubbard. Azt mondta, az evolúció választás, nem esély. Milyen emberbarát, nem? De még mond szebbeket, az emberek vagy megváltoznak, vagy elpusztulnak, ez a választás. Tehát van választásunk. Ezt mondta egy nagy ember, aki fölveszi a vakcinát, aki nem az meg, vagy meghal, vagy életben marad. A harmadik nincsen, de hát matekból ő sem volt jó. Nézzük meg, hogy az IMF, mit mondott Henry Kissinger, hát magához szólította az úr, kicsit későn. Az IMF és a Világbank csak akkor adjon hitelt egy országnak, ha agresszív népesség csökkentő programot indít. Hát de korrekt, nem? De mi nem veletek kezdtétek? De most tényleg? Hát hújjon a férjese. Hullik most, látom már, de még van azért jó pár. Tehát itt igazán érzitek, hogy micsoda gazember, összeesküvés zajlik. Hát a Bilderbergerek ugye Svájcba szoktak, 1954-ben alapították, minden évben összegyűlnek egy hétre, és döntenek, hogy hol lesznek háborúk, hol akarunk éhséget, hol akarunk lázadást, hol akarunk polgárháborút, és sorolhatnám. Tehát ez egy gyönyörű terv, nem? A cél micsoda? Hát egy nemes fém, már abban értem, hogy edzetett fém. A homo universalis létrehozása, tényleg így néz ki egy homo universalis. Hát ez valami döbbenet. Tehát ez akar homo universalis lenni? Hát arról nem beszélek, hogy a szépségével már vihart arat, szóval... Tehát ez a Ron Hubbardnak volt a felesége egyébként.
De szerencsére beszélő viszonyban volt az Úrral, és így magához szólította már régebben. De ezek döntenek rólunk. Normálisan konteósokról. Összeesküvés elméletesekről. Mert csak azért, mert rájövünk, hogy mit csinálnak. Tehát ellenség vagyunk. Hát meghiúsítjuk a projektet. Hát nem is kicsit. Ugye azt hitték, hogy az egész világ ilyen, mint a birka olyan lesz, hogy beoltatja magát. És nem. És tisztelet azoknak, akik nem oltatták be magukat. Mert azoknak a vérét be lehet adni másnak. Fordítva már nem igaz. És álltátok a sarat, és kalapot. Majd hozok legközelebb, most képzeled, besüvegelek csak, de érzitek, hogy és erre nem számítottak. Azt hitték, sokkal nagyobb lesz a halandóság. Hát ugye a drága Vilmos hercegünk, ugye, 2017, 2019, 2020-ba ezen a Agenda programon, illetve konferencián büszkén mondta, de ő még humánus volt, azt mondta, hogy csak 2 milliárdot kell hagyni. Hát ő már emelt. Lehet, hogy ez az infláció, nem tudom. Hát gyakorlatilag itt pontosan az a lényeg, hogy micsoda az emberek ülnek bizonyos helyeken, és meg se mondják, hogy mit akarnak velük. Hát most is, ugye ez a WHO-nak nevezett nem tudom, mindig ezek a betűkkel zavarban vagyok. Egy köztörvényes bűnöző, aki gyerekeknek a tízezreit köszönhetik a halálukat, szerencsétlen gyerekek, ez lehet a világ egészségügyi szervezetének az elnöke. Mi van? Mi az, hogy erkölcs? Mi az, hogy morál? Nincs. Nincs létszámstopp a hülyéknél? Hát nincs, persze. A leghülyébbek kellenek ilyen helyre. És ez, és itt irodát kapott. És a, ugye Sintér Sándor aláírta a május 14-én, vagy hogy? 10. Aláírta. A szabad önrendelkezés jogomról gondolod, hogy neked megengedem? Hát ki vagy te? Hát ott van a családban, meg a macskának a gazdája. De itt nem. Mi emberek vagyunk. Mi homo sapiensek. Ti meg moho sapiensek. Nem ugyanaz. Egy csodálatos ember, a Nestlének az elnöke. Az organikus étel nem a legjobb, a GMO étel tökéletesen megfelel. A vízhez, most figyeljetek, a vízhez való hozzáférés nem kellene, hogy a közjoga legyen. A víz. Ami még Magyarországon nem merem hangosan mondani, de most ott tart, hogy ha valaki nem fizeti be vissza, akkor sem lehet lezárni, csak csepegtetőre és egy nap egy vödör megtelik. De ezek szerint már az se. Hát kérdezem én, ezek mit keresnek ezeken a székek? És nézzétek a GMO-val táplált patkányokat. Most itt kérdés, hogy melyik a patkány? Aki fogja. Is, de nem, mert itt ugye vannak többen patkányok. Nézzük meg akkor a GMO-t, ha már. Remélem a homár még nem GMO-s. Tehát gyakorlatilag a génmódosított növények gyakorlatilag megváltoztatják a DNS-ünket. Ugye Magyarországon ez tiltó listás. De menjél be a Lidlbe, és akkor ott a húsoknál nézd meg külön oda, hogy ez GMO-mentes. Tehát ha tiltó van, akkor nekem még különbözteted meg a GMO-mentest a GMO-mentestől. Ez jobban mentes? Vagy hasmenés mentes? Vagy mi? És van. Sőt, biztos láttatok már, tiltakozott néhány névtelen politikus, mert ugye van neve, de nincsen szerintem, hogy nem leszünk féreg zabálók, hernyó evők, Kóser Lajos például, és sorolhatnám, Szajré József, és egyéb, Szójártó Péter, nem, az Orbán Viktor magyar hangja, gyakorlatilag, és akkor mi történik? Neten látott, hogy lehet kapni már az üzletbe, van kék, piros doboz, holland kerti tücsök. Szárít, igen. Tehát mi van?
Mi van? De már a lisztbe is beleteszik. Úgyhogy marad a, és akkor itt szó esett a végén, azt hiszem, hogy a paraszgazdáskodások, igen. Jó, beszélnek ők is tücsköd bogara, de nem fognak beletenni. És nem fogják beledarálni, mert mi a baj? Nem tudjuk meg, emberi gyomor nem tudja megemészteni. De nem ez a problémám, hanem ez a Gundel nevű intézet, amik ellátja ezért a House of Parliamentet, azt a kupolás házat, oda kéne szállítani ezeket. De egyétek! Egyétek nyugodtan! Ha beengedtétek az országba, akkor egyétek is, amit főztetek. Sófogyasztás. Nem szabad sót enni. Nem működünk. Az a helyzet. A só, az gyakorlatilag olyan, gondolj bele, ha mondjuk iszol egy kis vizet, mondjuk ez a, ami ionizált víz, az, magyarul nincs benne semmi. Hát nem is fogsz szomorod elmúlni. Egy kicsi sót beleteszel, most nem annyit, hogy azt itt, hogy a tengerpart mellett vagy, de akkor már van húzása, nem tudom máshogy mondani, de szükséges. Elektromos idézelbe az ideghálózatunk. Az sós oldalt vezeti. Hát az nem működik anélkül. Erre törvényt hoznak, hogy a gyerekeinknek, akiknek a legjobb agyműködés, ez a leginkább szükség lenne. A sós táplálékot azt tiltják. És csak nézzünk, szülők, ki a fejünkből, jó van ez így. Ugye, hát mert van ugye az a történet is, ugye, hogy a szakmai dolgokat kéne erősíteni, tehát kétkezű munkát. Ezzel egyetértek bizonyos értelemben meg nem. Mert ugye, nézzétek meg kétkezű munka például a gázszerelőnek, az országát. Mi milyen sikeres? És milyen ügyesen tud szerelni? És milyen jól gyarapodott? De most tényleg, és akkor ott az ács. Mondjuk az világgá ment. De gyakorlatilag, hát ugye nem jó fizetett az állás. Ott nem volt főnök, a haver. Tehát miről is beszélünk? Hadd kérdezze meg a 6 gyerek közül, melyik lett esztergályos? Jó, hogy a mi gyerekeink legyenek kétkező, hogy lehessen fölülről irányítani őket. Értem. Melyik? Ti tudtok erről? Melyik lett mondjuk ács? Gázszerelőt tudom, de az nem a családhoz tartozik. Az a pénztáros. De most őszintén, egyik is lett kétkező munkás? Ugye megszüntetjük a természettudományokat nem, hanem a filozófiai részeket megszüntetjük. Arra nincs szükség. Mert ott gondolkodó embereket hoznak létre. Ott meg nem jó. De aztán megmondjuk a sót, akkor már gondolkodni se tud. És akkor rendben van. Egy oktatási területen megmondja egy Don Corleone, hogy a tanárok mennyi fizetést, és a gyerekeknek ezt kell tanítani. Mi van? De hát ez csak, amit most hallottatok, ez csak összeesküvés elmélet. Ja, de várjál, ez a szomszéd gyerek, az tényleg nem úgy nyer, és akkor lehet, hogy gyakorlat. És hogy nekünk tényleg milyen zseni főnökünk van. Hát gondoljatok bele, már egészségügyet is tudja irányítani. Már orvosnak is meg tudja mondani, mit kell csinálni, milyen műtét. Na szóval, tehát Szicíliánk az meg az zseni, maga a zseni, ugye? Tudjuk, hogy ki az. A nyugyóka, hát persze. Esztergályos Szicília, ja, az más. Na mindegy, szóval gyakorlatilag teljesen más a felhasználása úgy a szervezetnek, egy génmódosításnak, és megváltoztatja a genetikai kódunkat. Nem az a baj, hanem az, hogy nem az övökét. Ennél hülyébek már úgyse tudnak lenni, tehát annyit nem tud ártani, de nekünk még viszont nagyon sokat. És egy olasz film jut eszembe, hogy a rendőrség csak áll és néz. Dehogy, Paprika Spray-el lenyomja a 14 éves gyereket. Hát az kigyúrt gyerek már. Mondjuk a Sámlit nem tudja odébbinni, mert nincs annyi ereje, de hát ez közveszélyes történet. Nos, nézzük meg, hogy hát ugye micsoda méretbeli különbségek, nézzétek meg ugye a DNS-et, ugye nem véletlenül tettem ezeket a képeket. Na itt szépen látszanak a különböző GMO-val kezelt patkányok
De nem azok a patkányok vannak kezelve, akire gondolok. Mert el tudnám képzelni, hogy hogy jönnének ki. És nézzük meg, hogy mekkora csőt. De szóval... Milyen szép ez a kis lila paradicsom. Biztos láttatok, most lehet kapni, hogy kék, lila, zöld, barna, celofánt lila. Szóval... Na mindegy. Na meg ez is. Hát ugye... Azért csak más mindjárt. Nem gurul el? Hát van elő. Hát otthon állandóan üldözött. A gyerek megbotlik benne, azt hisz, hogy foci. Itt meg nem, azt hisz, hogy stoki. Mert rá is lehet ülni bizonyos súlyhatár alatt vagy fölött, vagy nem tudom, hogy mondjam. És nézzétek meg, hogy milyen veszélyek nőnek, megnő a daganatképződés aránya, megváltoztatja az emberi DNS-et, korai halált idéz, meddőséget okoz és szervkárosodásokat. Hát tényleg ilyen morra kell szavazzunk. És akkor bemész a Lidlbe, és akkor gyakorlatilag az összes többi, mert az elmondanám, hogy a GMO mentes, az ekkora pici fak, az kész. Az összes többi az akkor GMO-s. Meg tolják bele a különböző vegyanyagokat. Megint csak marad a parasztgazdaság. Ott még kukoricából van a táplálék. Itt meg hallízből, meg rovarból. És mivel szegényeknek ugye nem fejlődik úgy a szervezete, meg a melle, meg a combja, ezért vízzel föltölti. Külön van egy ilyen kis pisztoly, biztos láttatok, csik-tik kis, akkor a melle lesz, olyan beképzelt lesz a csirke, mert hogy na. És tényleg nem is kell plasztikai műtétet végrehajtani rajta. Nézzük meg, hogy a génmódosításnak egyébként nagyon sok eszköze van. Itt a biotechnikai részek, hát ugye ezek a különböző ahol szúnyogba terjesztik. De hogy jobbat mondjak, íme itt van, 2012-ben a BioNTech, ugye kifejlesztette ezt az Oxitec, kísérleti a génmódosított ilyen speciális szuper rovarokat. Igen, csak közben elfelejtetted, hogy ezt meg, ha valakit megcsíp, akkor meg bele fog halni. És nézzétek meg, itt van a nagy fejűség. Csak azért mutatom meg, hogy részt vett a Rockefeller alapítvány, amiben ez a sok gazember benne van. És nézzük meg, itt például, ha akartok Zika vírust vásárolni, ezen a honlapon meg tudod rendelni. De már. Ma is, meg tegnap is, meg hónap is. Sőt, mindegyik az NH1, meg nem sorolom, és rafináltul felépítették. Először ugye a madárvírus, aztán jött a kergemarkor, aztán a sertéspest is. Mi van még olyan állat, amit megeszel? Ergo bevezették, hogy tudj róla, hogy egyszer hirdetünk, hogy most gyerekek, így kitört a sertéspest is, ott a madárinfluenza, itt a kergemarkor, agykárosodás, agyszivacsosodás okozta. Persze most én azért azt mondom, hogy a politikusnak ilyen veszélye nincsen. Mert hogy ahhoz szükséges hozzávalók legalább két agyfeltek és egy agy. Na most ha egy sincs, akkor mit izgulsz? Na de, ezeket mind laborokban fejlesztették ki. És igazán megint csak a felelőssége az értelmiségének van. Hogy mire esküdünk fel, amikor a diplomá átadás van? Mire? Ugye a legjobb tudásom szerint a népet szolgálok. Ez tényleg jó? Ez a legjobb tudásod? Ez tényleg? Ez komolyan? Az emberek írtása? Miféle beteg? Ja, van az a pénz? Tényleg? És ha egy nap benyújtják a számlát, akkor mit fogsz csinálni? Robot szúnyogokat is gyártanak már, egyszer már, amikor a mesterséges intelligenciát tartottam előadásra, csak a szúnyog kapcsán, hogy neki száll, és a végén cián van, és csak megszúrja, semmit nem tudnak, nem is látnak az emberek, csak holtan esik össze, az kész. Tehát. Erre szoktam azt mondani, hogy a valóság néha tényleg megdöbbentőbb, mint egy feltételezés. De hát ezek vannak, ezek léteznek, ezt nem kitaláltuk. Henry Kissinger, hát ugye nagyot alkotott, az élelmiszert használják fegyverként, mert hiányában kirobbanó háborúk szintén hatásosan csökkentelik a népességet. Most az ukrajnai gabonában is történt ilyen, ugye GMO-s hát szóval, gabona, de ezt tegyük. Korrekt. Albert Pike, ugye megvan ki? Megvan.
Hát Albert Parker, persze. Találós kérdés, és jó volt a válasz is. Igaz, én válaszoltam. 1871. augusztus 15-én azt mondta, figyeljetek, 1871. A harmadik világháború kirobbantása érdekében fel kell szítani a gyűlölet az iszlám világgal. Mi zajlik? Nem ez? Hát ő 1809 és 1891 között élt. Hát még első világháború se volt, mert az 14-ben kezdődik. 18-ig tart. Akkor tudnia kellett, hogy lesz egy második világháború. Ő az meg 39 és ugye 45 között. De ő már a harmadikról beszélt. Tényleg összeesküvés elmélet csak, ugye? Henry Kissinger tudott sokat. Igen, nagyon sok ember fog meghalni, mikor az új világrend megalakul. De az egy sokkal jobb világ lesz, aki marad. Hát annak a 500 milliónak. Na de visszateszem a kérdést, de öreg, hát nem jött be az oltás, ugye nem jött be. Van ilyen. Rosszul tettek. A jövendőlés, mert ugyan is tört. Ki, történt. Ki volt, aki jövendőlt a jövőre vonatkozó? Sokan, tudom. Kicsoda? Ő is. De most csak Edgar Cayce-ről, ugye úgy hívták, hogy az alvó profét, amilyen félkomás állapotban döbbenetes dolgot, és azt mondta, a Földünk hatalmas és pusztító változások elé néz, ő a katasztrófák, földrengések zajlanak. Aztán mondta azt is, hogy kevés túlélőnek egy új emberi civilizációt kell majd létrehoznia. Zajlik, zajlik, könyörgöm, zajlik, stb. És ez egy új világot kell utána létrehozni. És itt mondta azt, hogy az egyik ilyen biztonságos zóna Georgia északkeleti részén, Elberton környékén. Ugye most már világos, hogy miért hoztam ide. Megint csak mit hoztam ide? Egy valóságot. Mert addig még mondhattuk, de ezt Edgar Cayce jóval előtte megmondta, hogy Elbertonba kell, és ezt meg 1980-ban csinálták még csak. De hát akkor ő előre megmondta, akkor lehet, hogy... Na most akkor ki, aki összeesküvik? Az új világrendről nézzünk egy pár dolgot. Mi szükséges? Az új világrendek új világkormány kell, aki megmondja, hogy mit csinálsz. Az új világnyelv, ami közös lesz, veszted a gyönyörű nemzeti. Az új világpénz, hát az gyönyörűen sikerült. Az Amerót ugye nem tudták bevezetni, de megpróbálták. Ugye Amerika és Mexikó az lett volna az Ameró. Az új világ bíróságot, na hát Pol Pot rezsín, ettől kész lenne. Az új világ vallást, na, együtt kell vallanunk is. De nem nekünk kéne vallani, hát itt van bőven, akinek van mit vallani. Ja, azt nem így hívják, az nem vallás, vallomás, hanem minek hívják? Papelvtársék? Jónás. Ó, na mit? Most ez a fényes tekintetű padisak, ez a bodrikutyus szemű, még nem tudjátok, kiről beszélek. Van egy kocsija, és Máté földjén él, de gyakorlatilag az most meg akarja szüntetni, hogy itt ilyen levelezéseket csináljunk. Micsoda dolog az, de klasszikusokat szó szerint akarnék idézni, jó? Mert az túl érdemes. De pont azt csinálják, amit meg akarnak szüntetni, de hát ja, nem itthon. Mert ugye ez annak kapcsán született ez a történet, hogy itt, hát a mai nap még megtaláló, de azért valahol itt lesz ez, nem? De jó, mindegy. Nagyon-nagyon jó lenne pedig, ha megtalálnám. Nem, itt a Csányi Sándor 700 millió, Mészáros Lőrinc 990 milliárd, de már átlépte az egy. Már átlépte az 1000 milliárdot, ne szomorkodjatok, ő nagyon ügyes, dolgozik éjjel-nappal, megfeszített munkával. Miért akar a kisegér belépni a Fideszbe? Mert patkány akar lenni. Ez nagyon szép, adjatok a politikusoknak minimálbért, zárjátok be a vállalkozásaikat, fagyasszátok be a bankszámláikat, vonjátok meg tőlük az ingyenes egészségügyi ellátást, aztán csak figyeljétek meg, hogy milyen gyorsan képesek a dolgokat jobbára fordítani. Miért nem csináljuk meg? De nem ezt akartam, amit akartam, az eltűnte magát, ami nem lepődök meg.
jó, de képzeljétek el, hogy érdekes, jó? Tehát durván azért mondom, hogy miről volt szó, hogy ez a tiszta lelkű, ez azt találta volt mondani, hogy az éke megszünteti, mert hogy odaállt most ugye a szlovák minisztert, ugye rálőttek, és hogy itt ne következzen be, hát ez a fényes tekintetű padisak, ez javasolta, hogy ne, mert ott is a neten terjedt a gerjesztés, és hogy az ne legyen, meg szabályozzuk ezeket, és tiltsuk le. Még mit nem? Még mit akarsz letiltani? Magadon kívül. Kocsis Máté nyekerekte. Evangélium, hát persze. Azért mondtam, hogy ez a... Na jó, hagyjuk. Jó, itt vannak, amikor megépítették, és ott leplezték le mindenki előtt, és ezt mondta ez a William G. Hutton, hogy néhány ezer év múlva, amikor civilizációnk már nem létezik többé, lehet, hogy a georgiai Guyston utolsó emlékként marad bent. És az emberiségnek éppen ezért össze kell fogni, hogy ezt megelőzzük, hogy ezek itt aztán tényleg végrehajtsák. Nagyon sok mindent végrehajtottak már, és nagyon sok mindenben, hála Istennek, bukásra is tényleg már nagyon len vannak, de gyakorlatilag ketyeg az idő. Nem biztos, hogy ráérünk. De azért ugye a különböző, hát itt szintén elvégezték a piszkos munkát, pedig kamerával figyelik azt a tábla, a sort, ahol 500 millióra kell csökkenteni az emberiséget. Ez tényleg nagy érték, erre nagyon kell vigyázni. Aztán hála Istennek voltak értelmes emberek, akik ezt úgy gondolták, hogy na jó, eddig is ne tovább. És ezen a gyönyörű július 6-a reggelén 2022-ben úgy döntöttek 0:33-kor, hát hogy jobb lenne ez füstös állapotban, meg ilyen apró darabokban, mindenki vihet haza egy darabot, felrobbantották, és szerencsére kiküldtek egy olyan, tudom, hogy nem szerencsétlen, darukezelőt, aki íme csak ennyi sérült meg, de megsérült, az 500 milliós az pont megsérült. Nagyon csípt a csőrét mindenkinek. És akkor ugye ami maradt, és nézzétek meg, olyat küldtek, hát ez meg, hogy addig forgott azzal a hülye nagy eszköve, mert fölborult az egész. Tehát miért kecskére káposztát? Most őszintén. Kiküldhettek volna egy ilyen loktájtos, ilyen ragasztóst, és akkor az meg összeragaszgatta volna. Jó, sok munka lett volna, de világ végéig csak el készült volna a szoba. Nézzük meg, a gemátria, az a kabalának a számmisztikája. A gemátria az azt jelenti, hogy minden országnak minden ABC-jébe, minden szám, vagy betűhöz egy szám tartozik. Ez a gemátria, tehát hozzárendelt szám. Nem az enyém, hanem normál. Nézzük meg, a görög ABC-ben ott van fölül az ő betűjük, illetve középen alul meg a szám. Az angol, a héber és a szanszkrit. Tessék? A számisztikában is használják. Hát igen, de most a gemátriáról beszélek, majd beszélünk arról is, amit mondasz majd. Ó, készültem. Tehát gyakorlatilag, kikészültem, úgy értem. Tehát gyakorlatilag nézzük meg, hogy ez, ugye ez ismerős, ez egy ilyen elmebeteg ital. Ugye? Hát igen. Gyakorlatilag ilyen enyhe kábítószer, tudatmódosító szer van benne. Mi mindig ezzel a betűkkel van a bajom, nekem is mindig. Tehát gyakorlatilag, meg zsírósat tettem, és kicsúszik ám akkor az embernek a száját. Tehát gyakorlatilag ezek a jelek, ez a monster, vagyis a szörny karmait szimbolizálja. A Jurassic Parkot biztos nézte a pasi. Na de nézzük meg, hogy itt van, ott van az, és itt van ez, és az a hatos. És hány darab van ott? 666. Ugyanígy van a kódunkkal. Minden kód hatos, a két kis vonal, középen is van egy-két kis vonal, és a végén is. És ennek hatos a számjegye, amit itt látunk. Minden árun így van rajta. Miért nem hetes? Csak úgy tényleg, na, csak egy kicseszésből. Vagy mondjuk egy vonal, mert akkor az ugye megint más. És akkor nyomdafesték is maradt több. De véletlen se. Ez kettővel kell. De nem hárommal. Szóval érzitek, hogy összeesküvés elmélet. Hát ez akkor is hatos, ha összeesküszünk itt most mindannyian, meg ha nem esküszünk össze, akkor is. De, és akkor együtt a három az
hat a szívünkre is, meg a lelkünkre is. De hát könyörgök, micsoda gazemberség ez. Miklósnak javaslom, hogy libegőt építsen ki, vagy fölvezetni, mert az éppen jól jöhet még. Nézzétek meg a gemátria a World Trade Center-re való összefüggésben, végig néztem én az egészet, tehát ugye ilyen hülye dolgaim vannak, de nézzétek meg, hogy mit jelent. Tehát a World Trade Center-rel kapcsolatos fogalmak, amik szóba jöhetnek, azokat először megnézzük, hogy mik azok. Hórusz például. Tudják, hogy kire esküsznek. Méz, szabadkövőes, ugye? Tower, az torony, hát ez most tényleg elég szoros összefüggésben van. Aztán Inferno, pokol. Aztán a Black Magic, fekete kövek, kockák. És a dollár. Nézzétek meg ott a számokat mind, ezeket a szavakat mind összeadjuk, a betűnek megfelelően, mindenütt 81 jön ki. Ez a véletlen, hát persze, hogy ez összeesküvés elmélet. De borzasztó, hogy gyakorlatban is úgy van. Na de menjünk tovább. 911 VTC, World Trade Center. Nézzük meg, hogy gemátriával a betűkhöz hozzárendelt dolgok hogy néznek ki. 911 osztva, ez is, csak ez 0,81. Ez is véletlen, mert ti mindent elhisztek. Nem szabad. Akkor kérdezek és füllentek. És mellé tettem a 81-eket, tehát hogy csak itt 0 egész. De milyen érdekes történetek ezek. Még nem jöttem rá 81-re, úgyse, hogy nyugodni a dolog. De annak is üzenet értéke van, vagy lesz. És nézzétek meg, hogy Bolognában is van ilyen két torony, csak az egy kicsit előbb épült. És a VTC is. Most jön a döbbenet. Véletlen, csak összeesküvés elmélet lesz. Ez csak elmélet lesz, figyeljétek meg. Bolognában a koordináta, a GPS koordináta az ez és ez. New Yorkban meg ez és ez. Hát ez tényleg két külön más. Próbáljuk csak kivonni mind a kettőből. Hát ez véletlen. Tehát magyarul az építkezés annak idején koordinátára volt elrendelve. Meg az 1700-as években, amikor épült akkor is. Vagyis mit jelent? Baromír jogóta uralnak fölöttünk mindent, előre megterveznek. Mi lemaradásban vagyunk. Tényleg időszerű lesz ez a libegő. Tehát gyakorlatilag gazemberek, tehát egyszerűen gazemberek, nem tudom máshogy fogalmazni, ugye ez is véletlen, ugye ez is véletlen. Aztán nézzük meg, hogy a útmutatásuknak bizonyos bizonyítékai. Tehát amikor a kettő egy lesz, akkor lesz mennyei királyság, mondta Jézus. Hát ő nem erre gondolt Jézus, de ők ezt felhasználták, amikor a VTC ugye fölrobbantották, nem repülő, fölrobbantották. Holografikus robbanás az nagyon nehéz, mert senki se károsodik. De ez nem az volt, ez palacsinta robbantásnak hívjuk. Gyakorlatilag, és a One World Trade Center-t létrehozni, amikor a kettő egybeolvad, a két hasáb, 90 fokot elfordítjuk, és nézzétek meg, ott lehet látni, egymásban van tolva a két hasáb. Tehát amikor a kettő egy lesz, akkor lesz mennyei királyság. Hát csak kinek? És nézzétek meg, az alapja így néz ki most. Pontosan ezért. Na de ezt a megváltás csillagának, hát ez is csak véletlen, hát itt minden véletlen. Erre szoktam mondani, hogy ennyi véletlen, mert törvényszerűség. És nézzétek meg, hogy a One World Trade Center 2012-ön épült, és most ahhoz azt kell tudni, hogy a egy dollároson a piramison az első kő, majd beszélünk sokat még róla, az első kő az 1776, az utolsó 2012. 1776-ban a franciák ajándékozták a szabadság szobrot az amerikaiaknak. Tehát az amerikai szabadkövetség alapító pillanata. 1776 láb magas. Hát ezt a, hát komolyan ezt a véletlent. Na de nézzük csak tovább. Egy láb az 31,6, köszönöm, hogy visszaigazolsz. Így van. 1700 az 550 méter. És 2012-re kellett befejezni. Ami fölül,
2012-es kő. Na de menjünk tovább. Születet akarsz mondani? Vagy? Nem. Ja, azt hittem, jó, 21-re lapot kész, mert nem. De gyakorlatilag, nézzétek meg a megváltás csillaga, ami a két torony ugye egybe van fordítva, illetve itt jobbra oldal szintén, és nézzétek meg, hogy a dharma sorskereke ugyanez, vagy profita pecsétje. Hát, ezek is biztos, hogy ez mind véletlen, pont ilyen jut mindenkinek eszébe, még véletlen sem más. No, akkor, ha lekattintottad, akkor bólintottam anyám. Tehát a Widdings, az gondolom ismerős, az a szomszéd, nem itt a szomszéd, de gyakorlatilag a Widdings az egy számítógépes program, ami nem ma készült, nem is tegnap. Ez szimbólumok alakítja, akármely, tehát ide rálépsz, akkor amit leírtál normál szöveggel, abban a pillanatban megnyomod, akkor átváltja jelekké. Hát nézzük meg, hogy ez hogy is történhetett. Itt van maga a Windix, tehát ide belépsz, akkor kikeresed ezt, akkor titkosításra nagyon jó. Tehát, hogyha mondjuk asszonynak nem akarja valaki elárulni, hogy ő is szeret egymást, szeretik egymást, akkor ez egy ideális módszer. Nézzük meg, hogy az USA mint szó. Ha a betűket Windix-el átváltom, akkor a Vörtét Centeres halál, vércsepp és győzünk. Nem győzik-e? Győzünk. Osama nevét nézzük meg. Osama, megint a betűk, ugye az A az már megvan, az már Viktori, ugye azt látjuk. Az S betű is megvan, a vércsepp. Zászló, tehát a harc, vércsepp, Viktória, győzni fogunk, robbanó, tehát egy bomba, és győzünk. Q37, Nyuszi, nem az, New York City. Tehát gyakorlatilag a Q, az a quarter, az járatot jelent, Amerikában a repülőtéri járat. Olyan, mint ami nálunk nincs, de ott van. Tehát ez a quarter 33 New York City, tehát a New York City repülőterének a 33-as busza, ami oda viszi ki az illetőt. Nézzük meg, ha ezt behelyettesítjük, akkor a döbbenet fog kiülni. A Q az egy repülőgép, a 3-as az egy gépelt oldal, és aztán az N az egy halálfej, az Y az ugye a hatszögű csillag, és egy lájkjel. Nézzük meg, hogy egybe megnézzük, akkor nem a két toronyot szimbolizálja. És ezt mikor készítették ezt a projektet? Ez nem ma. Előre megvoltak a dolgok. Most csak tudtunk rá hozzák, hogy nesze, ott volt mindig. Nézzük meg a 20 dolláros. Elhoztam egyébként. Most nem veszem elő. De előveszem majd, mert van egy miatt elő kell vegyem. Mindent laptopra tettem, tehát látni fogjátok. Ugye a 20 dollárosra ki lehet hajtogatni azt, amit majd fogok mutatni, most mutatom is, a World Trade Center-t. Íme itt van. Még csak fázis helyesen is van. Tehát az egyik füst az följebb van, és már még csak úgy. Ha ezt máshogy fordítva hajtom össze, akkor meg ott van középen a Pentagon, és középen van robbantás csinálva, ott van a füst. Ott van? Ott van. És itt van a 20 dolláros innen, onnan mindkét felől. Hát ez is csak véletlen. De hát nem. Valaki komolyan gondolja, hogy ez direkt? Ugye nem is jött ilyen össze. Az csak a véletlen egybeesése lenne, azt higgyétek el. Na nézzük meg, hogy Osama. Ki lehet ugyanebből a 20 dollárosból hajtogatni? És akkor most jön a döbbenet. Most elvileg elő kéne vennem, de higgyétek el, de majd a szünetbe előveszem. Már ezt a papírt. Mondom, nem nevet. Oké, együtt érez, jó? Hát most baki az létezik. De miért nem mondtad? Na, szóval, volt egy Marosi Antal nevezettű kelet-európai régiónak, nem, közel-kelet is tudósító volt, újságíró, Marosi Antal, és az elhúny már szerencsétlen, de a lényeg az, hogy ő egyik előadásomon így ült, ugyanígy, ahogy ti. Ez egy kicsit más, hogy fáradta volt. De a lényeg az, hogy ezeket mind megmutogattam, és ugye ezt kihajtogattam, és oda jött hozzám, aztán van egy kérdésem. Hát enyhén szóval kötözködők volt, és gyakorlatilag föltette kérdést, azt mondja, Osama tálim nyelven, Osama volt. Mondom, készültem önnek is, tessék, itt van, Osamát is ki lehet belehajtogatni. Ugyanígy.
Tehát döbbenetes, majd szünetben ezt fogom megmutatni akkor, jó? Vagy ezt fogom megmutatni a 4-4-nak. Ezek után úgy értem. Tehát nézzük meg, hogy több pénzen ugyanígy ki lehet hajtogatni a 10 dollároson, a 20, az 50 és a 100 dollároson is. Hát persze, hogy véletlen. Hát ez mind véletlen. Hát ma a véletlenekről beszélgetünk. No, menjünk tovább. Ott van a Pentagont is ki lehet hajtogatni. A 10 dolláros, a 20 és a 100 dollároson is ki lehet hajtogatni. Hát ezek a véletlen művei. Nézzük meg az 1 dolláros bankjegynek. Nagyon sok érdekessége van. És hát mindjárt kezdjük az elejénél, az 1 dollárosnál. Ugyanis ott van a mindent látó szem például, ugye? Ez egy hüllőszem, tehát az arc barázdátságából lehet tudni. Mindent lát, látni is akar, most meg még inkább akar látni. Szígyártó Péter most azt szeretné, hogyha a kínai módszerrel mindenkit leellenőriznénk, és hát már nem elég a hangfelvétel, most a kép is kell, és ha valami számlátot, mint Kínában nincs kifizetve, fő van töltve az ételre, és akkor nem tudsz bemenni egyetlen egy üzletbe sem, mert hogy az üzletbe a szemről iriszt leolvasó rögtön eltörölt téged, és azt mondja, nem nyitja ki az ajtót, nem ez, mert nem vásárolsz. Jó, nem? Na, ez azt jelenti, hogy a megvilágosult, a nagy, az építész, a Luciferről beszélünk, ugye? Az a megvilágosult, a Luciferus, ugye az a fény, ugye van az a bogár, az a... Szent János. Nem kellett volna. De jól esett, szóval jól esett. Így még nem szólítottam. Tetszik. Megvan véve, ez tetszik. Ez majd többször, jó? Tehát gyakorlatilag igen, az világít, így világítják meg, hogy aztán találkozzanak egymással, és hogy utód születhessen. Fölrobbant a demizsom, hogy mi történt? Mi történt tényleg? Valami leesett vagy? Valami leesett. Az állam volt, de nem volt ekkora. Bár az állam esett volna le. Na, menjünk tovább. Nézzük meg, hogy mi van ezen még. Hát arról nem beszélek, ott van a Novus Ordo Seclorum. Az új világrend latinul. Aztán 13 réteg tégla, 13 eredeti kolóniát jelent, vérvonalat, 13 szabadkövességnek egy mesterszáma, 13-as, 3-as, 13-as, 33-as. Ezek véletlenek. 72 tégla van. Hát most, hogy itt nincs tégla, hála Istennek. De itt van, mert most hallgatják a fiúk, úgyhogy... Az azt jelenti, hogy Isten nevének 72 változata létezik. De biztos, hogy az a mi Istenünk? Kaballában? Biztos? Én azt gondolom, tehát nem. Meg úgy is hívják őt, hogy igazán egy néven, hogy teremtő. Oké? Okay? Azt akkor nem kell ott Beelzebubtól kezdve fősorolni, azaz el is, nem sorolom. Tehát, és ott a szélibe van egy ördög. Ott baloldalt, ahogy a nyíl mutat, a hegyénél. Nem nagyítottam ki, jobban kifogom. De pedig kinagyítottam, de hova tűnt? Nem tudom. Bocsúnyom. A lepsényé még meg. De mindegy, jó. Tehát gyakorlatilag Ez egy földön kívüli ilyen lény, inkább úgy mondom. Nézzük meg azt, hogy az Illuminati és a Szabadkövességnél, mind a kettőnél megjelenik a mindent látó szemmel, fiúk nagyon kíváncsi fajták, és természetesen titkos szervezetek is természetesen kapcsolatban vannak olyan földön kívüliekkel, akiktől a technológiát, minden gazemberséget megkaptak, és hála Istennek léteznek olyan földön kívüliek, akik viszont az emberiség javát akarják. Léteznek olyan csoportok, akik ezt szeretnék. Ott van Snowden például, ugye, aki leleplezte, és sorolhatnám, hála Istennek, nagyon fehér kalaposok és egyéb. De gyakorlatilag megvan a két oldal, hogy úgy mondjam, és ez jó. Nézzük meg az Egri Pádua Szent Antal templomát. Hát így ez a, ugye a Egri főtéren, a dobótéren van, ugye? És ha bemegyünk azon a bejáraton, ott, ahol ez az egyenes vonal, de jó, milyen szimmetrikusan csináltam ezt a fotót. Ha bemegyünk balra egyik oltárkép fölött, ezt látjuk, itt van. Mit keres ott a mindent látó szem? Mit? Nem az, hogy mennyit, mert sokat, de mit? Aztán nézzük meg a Kabbalában,
ugye a zsidó vallás szívében különös módon vannak rendkívül rejtélyes filozofikus vonatkozású dolgok. Hát itt alul láthatjuk a kabbalát. Például a kabbala egyik ténye, ami azt jelenti, hogy 64 féle változatuk van bizonyos kódrendszerekre. És a Tórában ezek a kódrendszerek 64 féleképpen olvashatók. Egyik ilyen például dr. Eliyahu Rips volt, aki a Bibliának a kódolt üzeneteit, ő megfejtett egyet a 64-ből, és ő azzal döbbenetes dolgokat tudott hát nem jósolni, hanem elmondani. Amit én azt gondolom, Itzhak Rabinnak például egy évvel előtte elmondta, hogy ezen a napon meg fogják ölni, ne menjen oda. Jaj, hát ez nem normális, hagyjuk, ez hülye. Azon a napon ölték meg. Hát akkor összeesküvés elmélet, ugye? Csak kitaláltak valamit, ezek már azt mondják, figyelj, üljük már meg, hát nem lesz igazuk, hát valami a bizonyítsuk, hogy igazuk van. És megölték. Tehát ezek a kódok, ahogy mindjárt, hogy hívták, a rabbi főnök volt a 90-es években, mindegy, nem jut eszembe a neve, szegénynek nagyon korrekt volt, megmondta, hogy 64 féle van, de nem árulhatják el az emberiségnek, és valóban Eliyahu Rips megfejtett egyet, de a többit nem. Ők ezt sem mondták, rájött, oké, igaz, de nem fogják elmondani. Hát nem tartozik ránk. Hát persze, mert egy titkos csapattól kapta, stb. Zicsi Irénk, a grófi családnak az egyik ága, Svédországban voltunk itt vele, meghívott egy nagyon érdekes UFO találkozóra, és ő fordította le Mózes 6.-7. könyvét. És mikor visszajöttünk, két hónap múlva jött, és adott egy tisztelet példányt, és mondta, hogy János, ezt önnek ajándékozom, és az a lényege, hogy ezzel a könyvvel nagyon sok érdekes dolgot lehet tenni. Na, ő belefolyt a kaballába, és a teljesen egészséges Zicsi Irénke körülbelül 4 hét múlva meghalt. Egy gyors rák elvitte. És hát én egy alkalommal kinyitottam ezt, aztán rögtön összecsuktam. Az összes alvilági démon név szerint, ilyen hadszögbe, külön, hogy itt, hol, mivel, mit kell mondani, hogy kell, le volt írva konkrétan, ő ezt folytotta le. Úgyhogy én azt szépen mindjárt vissza is csuktam, azt a posztnak legaljára tettem, de van, és létezik. Nos, a kabbala az ilyeneket tartalmaz. Nézzük meg, itt van például a hadszög, szintén tetten érhető a betűk és a piramis formáció között, ugye látjuk. Mézőt ki lehet adni az Asmonnal, hogyha fordítva olvassuk. És ez pedig nem más, ott fönt, jobbra, az meg a Dávid csillaga, megint hadszög formájában van. Egyébként a szabadköveseknek ez a nyakukban egy ilyen érem van, és itt fölül ez világos kék és fehér csillagokkal van, ez a hadszög forma, és ezt bizonyos kitüntetésnek tekintik. Ja, itt van a kinagyítva, de hát ugye fáziskísérésben van az információ, de ettől van egy jobb, amint szépen kinagyítható. Ez pedig ott van ugye az $1-oson a bagoly, itt jobbra, ott van a bagoly. Az a Lillit, az az alvilágnak a feje, de majd beszélünk róla még sokat, mert nagyon komoly vonatkozásai vannak, az ugye egy bagoly. Most nézzük meg, hogy középen ott látunk egy sast. Arról nem beszélek, hogy minden egyes, Kronosznak a kedvenc állata volt a sas, vagy madara. Kronosz nem igazán volt jó valaki, de majd beszélünk róla, és a sas, az gyakorlatilag az mindig ott volt a lába mellett. Na most, az Apollo összes Apollo küldetésnél mindig a sas emblémát vitték. Ugye úgy is mondták, hogy leszállt a sas, ugye ez volt a kód, de ugye akkor idegenek voltak ott. Na most nézzük meg, hogy itt nagyon sok minden van. Nézzük meg, ott ilyen, babérlevelek vannak, nyílveszők, a babérlevelet mellett bogyók, fölül van ugye az a sok csillag, és itt pedig ez az árpád sávos rész,
És akkor nézzük meg, hogy a 13 bogyó van, ugye ezen a 13 levél is van. Szabadkövenségnek, tudod, már most számú, ugye beszéltünk róla. Sir Thomas, hogy hívták a amerikai Thomas? Jefferson, igen, jobbulás, köszönöm, hogy visszaigazoltál. Thomas Jefferson gyakorlatilag van egy kinyilatkoztatás az ő panteonjában, és van egy sor, ahol a 13 ágyülövéssel nyitották meg, illetve avatták fel ezt az épületet, és ott van a 13. sornál egy kinyilatkoztatás, hogy békét kötöttük a felső világgal. Ott van, meg lehet tekinteni. Most ide nem tudom, miért nem tettem be. Most nézzük a 13 nyíl. Tehát mindenütt ott van, mindig. Különböző képességekkel rendelkező 13 gyarmat ez az árpádsáv, hogy úgy mondja. És aztán 13 megvilágosodott kolónia. 13 világító csillag. Ezek a véletlen, ez a 13, ez a happy volt valakinek, nem? Most őszintén. Hogy nem hibázott egyszer 12, vagy 14, mert infláció is van. Szóval, na, menjünk tovább szintén. A főnix madár, úgymond a hanvából újra éled, az ugye, az nem más, mint amikor leszállnak egy földön kívül, leszáll egy földrészre, vagy a hódra, vagy bárhol, akkor mondjuk úgy, hogy nagy port vert fel az esemény szó szerint. Aztán, mikor majd elindul, mit tudom, elvégzi a küldetését, és 15 nap, vagy egy év, vagy 5 év múlva újra elmegy, akkor a poraiból újra, hát begyújtja a fúvókákat, és utána újra indul. Megy vissza, elvégezte a melót. Aztán az a 9 faroktól van ott, az 9 gömb felemelkedett, hogy visszatérjen a mennybe. Tehát ezen azért van üzenet ám rendesen. És akkor még nagyon sok van ezzel kapcsolatban, de nem akarom. Például ki lehet hajtogatni, nézzük meg a dollárt így. Hát nem is hasonlít. Ugye ilyenkor mindig kijut eszünkbe Leonardo da Vinci. Mert hogy ő volt az, aki ugye a Szikla Madonnát, ugye? Hát szóval jön ki. Gömbölyűre kell hajtani. Gömbölyűre kell hajtani, tehát össze van csavarva. Úgyhogy, no, a Saturnus és a Kronos mind két különleges történet, ezt azért érdemes erről beszélni, mert kicsit rendet teremt a világunkba. Ugye a Biblia írja, hogy és szól-e Isten mindezeket az igéket mondván, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Jakve egyenlő Kronosz, és Kronosz egyenlő Saturnusz. Tehát hogy jön ide a Saturnusz? Na hát ezt fogjuk most körbejárni, mert nagyon is ide jön, és nagyon is összevág. Hiszen egyrészt a Saturnusziakkal egy rossz bolygó, egy hangoló bolygó úgy hívják, mert hogy a gyűrűi azok kristályok, és a kristály az rezgés, és a rezgésekkel lehet, ugye, ahogy mondtátok is, befolyásolni az emberi gondolkodást. Hát a rezgésekkel 5G például lehet befolyásolni. Na, nézzük csak azt, hogy az ókori rómaiak egyébként a Szaturnusz, mint olyat, Jupiter istennel azonosították, illetve elődjének nevezték. Nézzük meg, hogy a főisten, vagy él főisten, ugye megint csak Jakve, Kronosz, stb. És a latin Saturnidis, vagyis kifejezés szó, hogy a Saturnus napján. Mert hogy ezt megünnepelték, és ez Saturn Day, az angolban is Saturn Day. Hát ez pont oda, ugyanis a szombat az egy speciális nap volt, majd mindjárt nézzük, hogy mi is történt. Még előtte azért egy kicsit a Saturnus mindig vagy egy sarlóval, vagy egy kaszával ábrázolják, mint halál egyébként a halálhozónak is nevezik. Fekete ruhába is szokták őt megmutatni, és a Kronosznak a római megfelelője az pedig Zeus volt. Tehát Zeusszal azonosítják ezt. És hát ugye Kronosznak a felesége Rea, ami azt jelenti, hogy valóban a Saturnus egyik holdja Rea. Azt hiszem 54 holdja van a Saturnusnak, és bizony olyan különös elnevezésűek és különös tulajdonságok, mint egy körbe hegesztett, most ide nem tettem be, olyan bolygók vannak, vagy bocsánat, holdak körülötte, hogy ott a némi magyarázat azért szükségeltetik. Most nézzük meg, hogy íme, ugye azt tudjuk, hogy Kronosz az megette a gyerekeit.
De miért is? Mert hogy attól félt, hogyha megnőnek, akkor nem a fejükre nőnek, hanem letaszítják a trónról, a gyönyörű, nem? Akkor minek akart a gyereket? Ja, mert sikerült, hát az más. Ugye? Gyakorlatilag őt, tehát a halála is, a sarló és a kalapács, az innen származó szimbólum. Vagy például United States, tehát Egyesült Nemzeteknek, megint csak ugyanez van, 13 pár babérlevél, hogy úgy mond. És itt a Saturnusnak az asztrológiai jele, az pedig ott jobbra. Igen, nektek jobbra, nekem is. Jó. Gyakorlatilag a kalapács, ugye Hoffi mondta, hogy eltárs a kalapácsot, ha is, de hát itt ezek nagyon keményen, a Saturnus az ilyen értelemben az onnan érkező istenek vagy lények, azok a halált hozók voltak. Nézzük meg, hogy mit keres ez ő rajta most, de most őszintén, ott van a sarló és a kalapács. Lehet, hogy a Kronosszal, lehet, hogy a rossz szándékú területtel áll kapcsolatban? Nem, ez nem lehet, ez biztos. Tehát gyakorlatilag valami lehet, de valami biztos. Nézzük meg, hogy itt a különböző mitológiai alakok, például ugye a rómaiaknál az Zeus volt, a görögöknél pedig Kronos, és Szaturnusz Isten ábrázolása volt, csak mind a kettő ugyanaz, csak, illetve egyről beszélünk. Csak máshogy hívták ott, ugye? Nézzük meg, hogy a Károly Bibliában és a Britannia Enciklopédiában a következő van. Azt mondja, Bál az ókori Görögországban Bél néven volt ismert, és Zeusszal azonosították. Azért azt tudni kell, hogy a Britannica Enciklopédia az nem egy, mi van nálunk ilyen bóvlilap, ilyen füles, vagy mit tudom, én nem tudom, ma már nincs is ilyen. De füles van, de hogy nem van füles, most is van füles csak. De a lényeg az, hogy már akkor is tudták, és itt van a levezetés, hogy Isten, Jahve, Él, Bál, Kronos, Saturnus, ezzel azonosították. Azért ebbe belefolyunk egy kicsit jobban, ugye itt van Zeus, ott a jobb lábánál ott van mindig a sas, ugye, amiről beszéltem, és hát ugye a Kronosz pedig jó ízűen fogyasztja épp a gyerekeit, és hát ezt nem szégyelték. Egyébként nagyon nagy perverzitás volt a jakton, ja, nem a jaktot akartam mondani. Ott is volt? Erről nem hallottam. Hát nem tudom. Na minden, nem akarom tovább boncolgatni a dolgot. Gyakorlatilag ugye Kronosz ezért nyelt el, amit már említettem, hogy a hatalmát ne tudják. Na most itt van a Bál, Bél, vagy Molok, ezt egyel azonosítják. Hatalmas rituálékat tartottak, és buli volt, és volt pia, meg szex, meg minden. Aztán jött 9 hónap múlva az áldás. Ezért a következő ilyen bulinál fölajánlották Moloknak, ennek a szarvas állatnak, a gyerekeket is elégették. Aztán később gyakorlatilag, azt hiszem itt is Szajré József innen szökött meg, csak akkor még nem volt csatorna, de a lényeg az, hogy ott ezeken a helyeken aztán a homoszexualitás kezdett teret hódítani, hogy ne legyen gyerek. Hát a kultúrát, nem? Milyen szép is, de nincs hiszem, kétszörös ember csókolózik máshoz. Hát ez valami idilli, nem? Na mindegy, nincs az a nejlomzacska, mit ne lehetne telehányni. Na mindegy. Nézzük meg, hogy, tehát ez, amit most mondtam, ez itt van, és itt ajánlják fel Mollóknak a gyerekeket, mert hogy nem kívánt volt. De 3 hónaposan, hát most is zajlik ez a folyamat, csak nem Mollóknak hívják, hanem Kabalnak, a gazember bandát. Most nézzük meg, na itt van az, amit mondhatok, hogy felrobbantottak, így van. Gyakorlatilag ez a Bálnak a temploma volt, és úgy hívták ezt a diadalévet, hogy a Istenek kapuja, vagy Bál Isten kapuja. Magyarul olyan, mint egy időkapu, de ez nem az, csak olyan, tehát magyarul az Isten, ő emlékére építették. Na és utána, mivel felrobbantották, és akkor most nem lövöl a poén, hanem a sas szimbólumára ugorjunk át, tehát gyakorlatilag a sátánról, mint olyan, a Jupiter főisten azonosították, ugye mondtam, Zeuszt, és itt nagy kedvence volt a ragadozó madár, ugye. Nagy Lajosnak ugye képtelen természetrajzát, azt olvastátok? Milyen ragadozó madár?
Hát mit oda csapsz a mennyezet és oda ragad. De ott képtelen természettől ez a szíme érdemes elolvasni, mert ilyen nagyon nagy szólások vannak. Most nézzük meg, ugye festették, mindenhova oda festették, ugye például Jupiter mellé szintén a sast, és mindenütt nyomot hagytak. Sőt, a különböző római légióknál a sas, mint ilyen kőtáblákkal azt vitték. Hát aki azt vitte, az nem zászló volt. Szóval annak azért olyan bicepszám volt, hogy mint a svájci négernek. Tehát gyakorlatilag ez egy tradíció volt, a sast, azt tisztelték. Volt egy film nem régen, ami... Meg a Hitlernek is volt. Ja, hát annak is, hát kinek ne? Ilyen nagy embereknek mindnek volt sas. Nekem pinty volt, de... Nekem hullámos papad. Na, az se rosszabb. Na, mindig mondtam, nem vagyok Gyurika. Nem mindegy. De gyakorlatilag ezt a sast, ezt szimbólumnak tekintették. Mondtam, hogy volt egy olyan film, ahol elvették tőlük az apjától, és akkor a főszereplő nem, mert a sas... Egy ilyen római időben játszódó, nagyon szép film, nagyon érdekes, és visszaszerzi ezt, ezzel a apjának a becsületét, mert aki elvesztette a sast, az megbocsátatlan bűn volt, és ő ezt megtette. Jó képű játszik benne. Tessék? A jó képű játszik benne. Hát így nem ismertem, jó képű kép. Nem, Russell Crowe. Nem. De így van, mindegy. Meg tudtunk egyezni, ez a lényeg. Gyakorlatilag itt a római sas, ott a Habsburg sas, tehát ezt azért mindenütt, de mai napig is nyomják, lásd, Apollo projekt, és sorolhatnám. És akkor nézzétek meg, hogy a Jupiter szobornak a bal kezébe van, mert hogy balkezes volt a lándzsa, bal lába mellett volt a sasmadár, és nézzétek meg, hogy most ide van fordulva, ugye a barack, és onnan jobbról pedig balról van megint a keze felől a sas szimbólum és egy dárdán. Gyakorlatilag ez véletlen, és érdekességet hagyd mondjak, hogy Zeus közismerten balkezes és szexuális, pervers, biszexuális volt, mint ahogy Jupiter is, ennek tartották az okori hogy és ahogy az akkori elnök ugyanígy balkezes volt, biszexuális, hát, hogy mondjam, ízlés dolga. Ugye Pasi a felesége. Ezt ugye Michael. Így kell mondani helyesen, igen. Na, szóval, de nézzétek, az érmén is ott van, a sas és a pajzsal, a 13 ugye, nációval, amit ugye az előbb láttuk. És itt vannak néhányan, ugye a Rothschildok, a Dupont, a Rockefeller, a Windsor, a Astor, Kennedy, Russell, Onassis, Morgan, stb. Tehát tényleg azért ezek mind, ezek irányítanak minket. Hát őrőlük beszélek folyamatosan. Magukhoz ragadták a hatalmat annak idején, felsőbb idegenekkel voltak kapcsolatban, megkapták hozzá a technológiát, és baromi egyszerűen csak éltek a lehetőséggel vissza. És nézzétek meg ott középen van a képen, ugye ez a 666 szimbóluma, és itt vannak ezek a gyönyörű szépséges celebjeink, egyik szebb, mint a másik. Isteni tudás és a babiloni titkokról néhányat. Ugye Babilon Isten kapuja volt szintén, ugye, vagy az Istenek átjárója, ahonnan érkeztek, mert hogy itt ez a, pont ez a lényeg. És akkor ugye Palmirában volt ugye ez a robbantás, és ez a Bál temploma volt, amit az előbb mutattam, és hogy Bál az Morduk és Nimród is volt. Tehát így nevezték. Bár egyébként baromi nagy dolgok voltak, 50 bolygó volt rád bízva. És a Bál szó, az tulajdonképpen, ez megint nem név. A Bál az Úr, azt jelenti. Tehát ma azt mondanák Kovács Bál, az Kovács Urat jelent. Az más, hogy ő hogy terjedt el, mert Bál, Báló, Béló, igen, onnan névvé avatták a történetet, de alapvetően az Urat jelent. Kovács Úr, Kovács Bál, pont. Persze a Bálról azért terjesztenek olyanokat is, a Bál lovagjai, volt egy ilyen film, ahol ilyen fekete csukjás pasik, és akkor kínoztak embereket, persze. És ugye a Bál templom ugye éppen ezért, mivel ez Istennek a kapuja volt, a Bál Istenre volt vízzel a Földnek a megvédése, annak idején ezért milyen érdekes, fölrobbantottak mindent, egyedül a kapu nem sérült meg. Tehát azért az,
ez különleges. És akkor itt van ez az ominózus pillanat, 2015 májusa, de a kapu az állt. És ezért íme, ott maradt. Az nem dőlt össze. Igen, igen. Tehát gyakorlatilag, mert ugye pogány szimbólumként mondták ugye az ISIS, és ugye most nézzük, csak pályákra menjünk vissza. Mit mondott? Kivel kell vívni a harcot? Rég halott volt, de a harmadik világháborúról már az ISIS-szám. Most az egy kérdés, ugye most nem mondhatja senki, hogy most harmadik világháború van, mert ez most rendkívüli művelet. Nem értetek hozzá. Tehát gyakorlatilag, de ő tudta, és profi módon tudta. És akkor jön akkor majd egyszer csak, amiről szintén a tikkun olam, ami gyakorlatilag nem más, mint távolságot jelent, az egy időszámítás, az a 3600-as év, ami alatt bejön a Nibiru, aztán újra eltűznek, közelebb meg 3600 év múlva. De ezt azért nem mondom, hogy így van, mert ugyan a korabeli írások úgy is hívják keresztezések bolygójának, tehát a naprendszer, ahogy így pörgünk, ő meg így keresztbe megy. A Tiamatot egy ilyen vágta telibe, és abból lett a kis bolygó kövezete, illetve a hulladék rész. Gyakorlatilag itt az a lényeg, hogy változtatja önállóan a pályáját. Az akkor mesterségesen vezérelt. És még egy, hogy önálló hőháztartással bír, és önálló vízkészlettel. Ez akkor minden ideális. Oda bolyong, ahova akar. Hát bolygó mit csinál? Bolyong. Hát ez megértem. Tehát gyakorlatilag a Nibiruról, amit most valaki mutatott nekem egy képet, nem mondtam, hogy ez képtelenség, mert tényleg igaz volt, a Nibiru volt rajta. Ilyen zöldes fényen látjátok, most már egyre többször lehet látni. Tehát gyakorlatilag ez a egy olamnak hívják, tehát mondtam, ez távolságot jelent, 3500-3600 évet jelent. És akkor nézzük meg, hogy akkor az isteni égi szekéren leszállt, stb. Az égből átadták a tudást, így van, ahogy mondtátok is, és tanították az embereket, és jóra, nem gonoszságra. Az egy más kérdés. És akkor most nézzük egy másik élő példát, ott van Ron Hubbard, ugye? Ő egy profi dolgot fedezett fel, ugye ő pszichológus pszichiáter volt, és egy olyan osztályon volt, ahol ugye elme problémával küzdő betegek voltak, és egy alkalommal lejjebb került egy szinttel azért, mert az orvos valahol elkújtorgott, és gyakorlatilag lehívták, mert egy beteg fetrengett meg őrjöngött, hogy akkor oltsa le, és akkor döbbent meg, ugyanis ott ilyen titkos katonai művelet, ez a milyen rózsa bimbo. Ugye a Colombo filmben magyarul olyan szavakat tanítottak meg, és lehetőleg olyan szavakat, ami a hétköznapokban a szanszkritből már alig van. Van a mesefolyam, a kurcány, azt olvashatok, egy nagyon érdekes, nagyon tanulságos egy-kettő, az szanszkrit nyelvről lett lefordítva, de nagyon nagy bölcselet is, nagyon izgalmas. Izgalmas ugyan állattörténeteken keresztül, de nagyon érdekes olvasmány. Nos, gyakorlatilag ő ekkor rájött, hogy az emberekbe belekódolnak hipnózis alatt egy szanszkrit szót, és akkor utána bekattant, kezébe nyomják a pisztolyt, megvan a parancsba adva, hogy ki kell előni, és utána kiveszik a pisztolyt, és nem emlékszik semmire. Hát hipnózis alatt tette. Így ölték meg ugye Robert Kennedy-től kezdve Oswald, ugye, és sorolhatnám, és utána előtték Oswaldot is, hogy nehogy tudjon beszélni. Ezek mind véletlenek. Én most a lehet, hogy át kéne keresztelni, kontrolok a véletlenek egybeesése. Tehát gyakorlatilag ez létező folyamat, és ő akkor jött rá. Erre mit csinálnak a Ron Hubbard, a Scientology egyház, egyházzá alakultak, idióták. És mit csináltak? Hát szépen elkezdtek egy ilyen egyházat alakítani, és vallással alakították, és a hülyebb dolgokat hoztak ki. Hát szerintem Ron Hubbardnak ugye szoktam mondani, hogy szénkefét kéne a halántékára és a sírjába forogna, de legalább áramot termelne. Tehát szóval, de nem normálisak, de tényleg nem normálisak. Egyházzá. És bizony elrendeltek olyat, hogy embereknek olyan legbelsőbb dolgaidra kérdeztek rá, és ilyen hazugságvizsgáló is egyben, és akkor a műszer nem lehet hazudni, illetve lehet megpróbálni, de nem sikerül. És akkor a legbelsőbb dolgok, és aztán később azzal zsarolják. És ezt a jelenlegi hatalom is szorgalmazta, hogy bizonyos vállalati vezetőknek el kellett menni,
ezen át kellett esni. Innentől kezdve zsarolható. És minden, az intimitásától kezdve minden. Ugye Mordus istenség vagy Bál, mert hogy mondhatjuk így, sőt így is kell mondani. Annak idején ugye Mezopotámiával hozták őt összefüggésbe, de természetesen, mondom, 50 bolygó volt rá bízva, akkora uralkodó volt. És tette a jót. Tehát, és a Bál ugye, azt is ővel azonosítják többek között, de azt hozzá kell tegyem, hogy az urat jelent, az, tehát ő volt az úr. Így van, nem az az úr, hanem az úr. Tehát gyakorlatilag. A mennyek és a földek feletti 50 bolygónak volt a feje. Akkor valószínű, hogy valamit azért csak jó csinált. Nem? Hát, igen. Mert ott nincs leépítés. De akkor viszont ezek az elfendült perved állatok, nem tudom, kiről beszélsz. A babiloniai fogság, amikor mindenhova beszabadultak, onnit verték a Bál nevet. Ki vagy tiltva? Mert nekik van vállalatod, meg vannak erre. Nem szeretném, ha elé menni a dolgainak, jó? Puskázol? Ne nézz, várja idejében, mindjárt jön. Na nézzük meg, tehát akkor a viharistenével Jupitert, ugye, hát egy szép úriember, gyakorlatilag nézzétek, olyan egyiptomi sisakja van, ugye az a felső egyiptomnak a sisakját viseli. Nézzük meg, hogy a sumér kultúrától kezdve mindenütt ott vannak ezek a pecsétengerek, ami miért érdekesek? Mert profi módon elárulnak, elmondanak mindent. Erre hova tették a javát több százezret? Úgyse hiszitek el. A Vörtét Centertől 900 méterre volt a számlagyárnak archív, a Pentagon számlagyára. Hát logikus, hogy annak úgy megijedt, hogy összedőlt. Hogy ezeket látta összedőlni, hát rögtön traumába esett, hát azt mondja, én sem maradok talpon, és az összes számla megsemmisült. Csak azt tudni kell, hogy milliárd dollárokért lévő számlák voltak, amit Power meg Dick Cheney szóvá tett, hogy hova tűntek a milliárdok. Ezen bolygókat építettek fel, és bolygóközi kereskedelmet hoztak létre. Hát ugye ezt felvetette mondjuk Phil Schneider is, csak aztán az meg golyó általi kötélre ítélték. Tehát azt szegényt lelőtték. És nézzük meg, hogy ez miért is érdekes? Mert ezek mindent elbeszélnek is. Hol őriztek több százezret? Hát nem a négyes épületben, vagy hetes épületben? Aki kataleptikus állapotba került és ott összeesett? Na égett, mert a kő az nem égett meg. Viszont rafináltul elrejtették azért, hiszen ezeket a köveket oszlopok köré agyagot tettek, és belenyomkodták. Kívül olyan díszes kis karikácskák. Igen, nem csak élő könyvtár volt, és szépen utána lefejtették, és mindenkinek ott volt a szem előtt az oszlopokon, de nem gondolták, hogy ott van minden. Na így menekült meg nagyon sok. Különben a hetes épületben végezte volna, de nem végezte, csak füstösek lettek, szerencsére. Jó volt, amelyik eltört, mert ezek ilyen picik, mint az újjak is, ez a rész ennyi. Tehát ezért ezek nagyon-nagyon lényeges. Na most ugye ezek az istenek a saját lényeiket adták az embereknek, hiszen ők tudták, hogy mire képesek ők, és szerettek volna egy ilyen civilizációt szintén létrehozni. És akkor most jön, amiről beszéltem már, hogy bíznak abban, hogy Bálisten visszajön, azért holt nyelvben nem beszélik, de bíznak, hogy visszajön, és akkor újra ezzel köszöntik őket, hogy úgy mondjam, tehát fogadják őket kellve, hogy megfelelően, mert tudják, hogy visszajönnek, ugye, hát ki, amikor rájön. A Bál vagy Bél az nagyon-nagyon sok magyar vonatkozást is tartalmaz, hiszen a Föld, meg egyáltalán Magyarország is a bolygónkról rá volt bízva. Ugye, és akkor nézzük meg a Bálaton. Bál, Bélisten tava volt, a tón az a tavat jelenti, és tónak, de egy ideig a sumér isteneknek volt a feje, és úgy mondták, hogy ez Bál istennek a tükre. Hát mikor tükör? Ha fölülről látja, mert ugye lentről az pocsolya. De fölülről, bocsánat, most már nem pocsolja, most már
pénztáros Lőrincé, kristálytiszta lett. Gyakorlatilag kitisztult. Tehát ki, ha egy tiszta jellem áll oda, akkor a legmocskosabb víz is megtisztul. Egyébként ez igaz egyébként, amit mondok, csak én nem ő rá. Na de gyakorlatilag, de még el fogja hinni, ha látja majd. De gyakorlatilag a pél szó volt annak idején, a sumér nyelvből bélt jelentett, és ez a Bélaton vagy Bálaton volt a Balatonnak az eredeti. És fölülről innen látszik, hogy érkezett, ez onnan tükör. Hát ugye a fölé szállt, látta saját magát, ugye? Azt meséltem, hogy a orosz szex az milyen? Más. A szásával kezdünk, jó? Nem figyelsz, szétültetlek. Szétültetlek. Tehát gyakorlatilag Sándor Győtől plogizáltam, tehát nem én találtam ki. Csak megvettem tőle ezt, jó. Tehát gyakorlatilag ugye Szása levetkezik, ráfekszik a tükör és alatta a mása. Na tehát menjünk tovább, tehát gyakorlatilag Bakony Bél, ugyanis Szent István a Bál imádóit, a papokat, akik Bál hívők voltak, azokat azt mondták, na jó, itt elég, tessék egy helyre, oda tömörülni, ott képíteni, azt ott éltek, na itt éltek, a bencés rend, ugye, gyakorlatilag Bakony Bél, Bálványos, Bélkő, ezek mind innen erről lettek elnevezett. Tehát magyar vonatkozás a Bálaton, és most amiket soroltam is, még nagyon sok ilyen van. Tehát nálunk azért egy eléggé, úgy mondjam, nagy kultúrája volt a Bál, az egyházon belül is, ugye a bencés rend, az tudta, hogy ki volt Bál. És akkor itt a Morduk, vagy Bál Biblia nevén Nibrod, ugye amiről beszéltetek, itt a folyamat egyben van, Minrodnak is hívták. Igen, tehát, és ugye őt mindig itt fegyverrel ábrázolták, mert ugye vadász is volt, ugye, és ez ugye azt jelenti, ez a név. És Bál építette a Bábel tornyát, Babilisnak hívták gyakorlatilag, és ugye ez volt az, ahol ugye ott nem értették egymást, hogy mit beszélnek az emberek, ugye? Bábeli zűrzavar. Hát azért, mert egy kilövő terület volt, egy hogy mondjam, rakétakilövő vagy űrbe innen szálltak föl, akik hagyományos módon jöttek, Cufusz mondja a német nemes egyszerűséggel, és akkor onnantól kezdve itt azok a nemzetek, akik bizonyos földön kívüli civilizációknak a nyelvén velük értettek, de egyszerre beszéltek, bábeli zűrzabar jött léte, mert úgy nem értették egymást. És akkor jött a tenkes kapitány, és az segített. Tehát a Morduk az összes halandó fölötti örök uralomnak a megbízottja volt, és hát ezt ő jól is csinált egy darabig. Aztán nézzük meg, hogy találkozások bolygójának neveztük, ugye azt már mondtam, a Nibirut, és íme itt van keresztve ez a hosszúkás, ez 3600 éves pályaív. Közeledik a lelkem, úgyhogy fuszeklit föl kell kötni majd, de itt vannak, tehát még egyszer mondom, a bázisokon, a katonai bázisokon, a Cheyenne egységtől kezdve, a Groom Lake, a Dreamland, az S4-es, S5-ös körzetekbe, a Sziklás egységbe, Arizonában, mindenütt ott dolgoznak együtt közösen. De mai napig is. Még azt is mondják, akik onnan nyugdíjba mentek és életbe maradtak, hogy olyan hektikusak, tehát nem kiszámíthatatok. Egyik pillanatban jó kedve van, másik pillanatban ezt ott hagy meg, rád borítja az asztalt, szóval. Hát ez tényleg elég hektikus. Nézzük meg, hogy az Istenek kapuján, ugye, mivel ez állva maradt, és azért valahol Bált érdekes, mert mindkét oldal dicsőíti, a túloldal is, meg ez is, ezért úgy döntöttek, hogy ilyen isteni átjárót építenek 100-600 fővárosból. Tessék? Kit akarsz eldönteni? Hát itt sem, tehát hogy beszélgetünk, bocsánat, akkor elmondom, hogy Bált azt másképp is, meg Mardukot másképp is ábrázolják, tehát ilyen sátáni ördögszarvokkal, meg minden. Eljutunk oda, csak ne nézz vágyai derébe, mert fogok róla beszélni. Csak most én elmondtam minden vonatkozását, hogy akkor tudsz egy teljes képet kialakítani, ha csak ezt mondom el, akkor az úgy van? Nem. Többféle, de majd visszatérünk rá. Azért most kezdjük. Itt sem lehet eldönteni, hogy most... Innen nehéz. Igen.
Onnan is szerintem. Gyakorlatilag pontosan az a lényege, hogy egy, most kezdte elmondani, hogy ez az oldal is magáinak tudja, ó, jó van, gonosz vagy, meg az az oldal is, hogy jó vagy, jó vagy. Mi meg majd itt majd megbeszéljük, hogy na most akkor, hopp, jó, kész, írás, jó. Na szóval gyakorlatilag tehát azt döntötték el, hogy 100 fővárosban építenek ilyet. Ilyen a Trafalgar tér például Londonban, hogy ez meglegyen, aztán New Yorkban a Times Square, milyen véletlen. Times Square az mit jelent? Itt van egy angolos út. Időtér. Téridő. Hát nem mindegy. Azt mondjam, mondtam már ugye a tér, a tömeg és az idő között, ugye mi a különbség összefüggés, hogyha jó az idő, a tömeg kimegy a térre. De itt most azért mások azt mondja, hogy pont ide kell a Times Square-re, vagyis a téridőre egy téridő kaput tenni. Mi? Összeesküvés, ez csak elmélet, ugye? Hát nem. Na most több ilyen város, például London, New York, Dubai, gemátriával megnéztem, London 444, azt ugye ismerjük ugye a számmisztikai, New York 666 és Dubai 222. Dubajozni nem megyünk, New Yorkozni se, Londonozni se. Na nézzük meg, hogy ez a 100 kapu hasonló módon hatalmas, nagy, 3D-s ilyen vizével, szkennerrel építik meg, illetve hogy hívják ezt? Ha így is lehet mondani, hogy semmi értelme, de köszönöm. Jó, oké. Okay. No, nézzük meg, hogy a magyaroknál, még a testünknél is a szív, ugye bál, vagy a bal oldalon van a bal szívünk, bal szívünk. Véletlen persze, de azért érdekes, nem? Nem azt mondjuk, hogy jobb, ugye? És nézzük meg a bálistenséget, hogy én ugyanerről már most mutattam, őt nagyon sokféleképpen ábrázolják, és sok mindenki, most elmegyünk rossz irányba, úgymond. Ja, itt a Bakony Bél ennyiszer tolakszik. Én visszafele lapozok? Bár temploma, nem. A Bábel tornyát, ugye azt mutattam már egyszer, most azért megint mutattam, hogy megint összefüggés, összeesküvés elmélet, ugye Friday szólás összefüggés, hát persze. Nézzük meg, hogy az Európai Unió székháza. Ez ilyen pont így kellett megépíteni. Lehet, hogy ott elfogyott az anyag. Én csak arra gondolok. Hát én naivan gondolhatok arra, nem? Hát nem volt, ennyi volt. Kész. A büdzsé. Viktor megkapta, elvitte. Kész. Nincs tovább. Őriztek, odaadta, azt jó van. De szóval ugye a véletlenek műve is nézzük, fölülről megnézzük, ugyanígy van elkészítve. Tehát akkor innentől azért Brüsszel is tudja a maga kis helyét. De most már mi is. Ki volt Juno Moneta? De az ki volt? Hát Juno Moneta, hát ez egy perci kérdés volt. Az hát, hát Juno gyakorlatilag június róla van elnevezve, ugye? És a Moneta, a money innen származik, mert hogy az banki és kapitalizmus jelent, kapitóliumnak hívják pont ezért ezeket a helyeket, és ugye Jupiternek volt a kedvese, a hitvese. Hát ha rosszat csinált, akkor hótvasa. Ugye? Tehát gyakorlatilag ez az ő temploma, a Juno Monetáé, de a rómiai természetesen, és a Jupiter templom. Tehát azért mutatom meg, hogy és ott van Jupiter, milyen díszes kis jó pufa figura, meg a Juno, tehát a hölgyike is. És mondom, ahogy augusztusról nevezték el augusztus, Junóról június. Júliusról meg Julius. Ugye? És akkor nem soroljuk föl február, meg jaguár, az meg minden, mindegy. Tehát a monetáris rendszernek volt úgymond a szimbolikus része az ő nevéről, a pénzügyi rész, ez a moneta. És ez a kapitál, a kapitál, a kaput egyébként halált is jelent. Tehát azért ez ki van ezt találva. És akkor a kapitalizmus, tehát akkor most nehéz összerakni. Egyébként én most a legfrissebb újságban olvastam, hogy úgymond a nagy nyugat, a nagy kapitalisták, azok már nem vannak a szakadék szélén. Már egy szélén, már rögtön mindjárt le lehet esni. De tudjátok miért? Hát majd lenézzenek Magyarországra. És az a baj, hogy ez nem vicc. A kapitóliumi domb Rómában és USA-ban ugyanígy van elhelyezve. Tehát gyakorlatilag
Ugye a római jog ma is létezik, a rómaiak ma is ott vannak a politikában, mindenütt benne vannak azok a rómaiak. Most nem személy szerint ők, hanem ezt a rendszert képviselő történet sajnos. Kik irányítják a bankokat a világon? Hát ugye nagyon nehéz kitalálni, nem ő egyedül, hanem a mindent látó szem, úgyhogy a szem, hamar rájövünk, hogy ez a világ, ez eleve hülyén működik. Azt már beszéltük, hogy a pénzügyi elosztás hogy az eleve rosszul van, és ez a titkos társaság, ez gyakorlatilag minden titokot tart, egymással lezsírozták, és ők tartják markukba az emberiséget. 1%. Mindig 1%. Tehát ébredni kéne. Ugye a Kapitóliumnak a belső padlózatán ugye látjuk a Illuminátit, a feketéről, a sötétből a fény a világosba, ez a szimbóluma. Gyakorlatilag ez az Illuminátinak a jelentése is, és ez egy sokkal fejlettebb, velejéig romlottabb a szabadkövességből kivált gazember banda, és a saktábla is az övé. Angliában például Norwichban voltam, ott van egy templom, a saktábla. Gondolj bele, egy templom, saktábla, mozaikkal, fekete-fehérrel kirakva. Arról nem beszélek, hogy majdnem minden templom bel alul fekete-fehér kockák, vagy illetve ezével van ilyen mozaikkal kirakva. Tehát, hát, na. Aztán nézzük meg, hogy a sátán rendszer, ugye ez visszatérő gondolat. A családok, ja igen, itt is szerettem volna újra visszatérni, hogy tehát ők irányítják, ők vezénylik ezt az egészet, és persze, hogy nem engedik ki a kezükből. Na de könyörgöm, valakik kiszolgálják ezeket az embereket. Tehát az emberiség ott téved, hogy az anya este pofozza fölmászt az őrt, aki vigyáz ezekre az emberekre. Fiam, hát ellenünk teszel. Azokat véded, akik gazemberek. A szaturnuszi hatszögletű felhőkről hallottatok? Igen? Hát igen, tájékozottabbak, igen. Akkor mesélj, még nem hallottam. Na tehát a szaturnuszi hatszögletű felhők az rezgések és frekvenciákról beszélünk megint. Ugye a tonoszkópiáról beszéltünk sokszor, most nem akarok befolyni, egy lemezre rászorul finom port, és bizonyos frekvenciával, egy hanggenerátorral adjuk a rezgés, és akkor a rezgés annak megfelelően állandóan, hát nem állandóan, addig, amíg adjuk azt a hangot, kirajzolódik egy ugyanígy hatszögletű jel, a felhők hatszögletűen mennek, de minek beszélek, amikor mutathatom is. Ott van fölül az északi póluson például, az ott mögötte azok a gyűrűk, ugye ABCD gyűrű van, hatalmas gyűrűk, és van körülötte 54 bolygó, és a Saturnus, a szaturnizmus, a satanizmusnak a szimbóluma. És akkor nézzük meg, hogy ezek a különleges felhők ugye, hát szabályosan így, de szágódanak, tehát nem úgy, hogy egy ilyen patopálulással, hanem tényleg úgy kevernek ezerrel. Gyakorlatilag sokkal több energiát képes egyébként ez adni, mint a naptól, amennyit a bolygó kap. Nézzük meg, hogy ezek a hatszögletűek, ez nem más, mint egy kocka, az egyik hegyére fölállítva, 3D-be. És nézzük meg, hogy ez Dávid csillagnak, vagy izraeli zászlón, ugye jelnek is tekintik. Ez tulajdonképpen a tér végtelenségének a szimbólum, ez a hatszögletű. Itt jobbra lehet látni ezt az egészet. A két úgymond egymásba tolt háromszög. Milyen érdekes, hogy 60-60-60 fokos. Mind a kettő. Nem megyek oda. Hát nem indul járat még. Most építi ki. Na, nézzük meg, hogy az egy gyönyörű, és 29 ezer évente váltja a pólusát. Tehát a polaritását, bocsánat, így kell. És hát ugye van, amikor bizonyos felhők így pödörnek, valószínűleg a rezgés, az akkor valami miatt szünetel, tehát azt valaki intelligensen irányítani kell, és aztán beindul rendezés, és akkor elkezd így hat szögletűvé alakulni, és akkor onnantól kezdve, aztán még korrektebbül, ilyen fölülről nézve, így működik. Ez a kör maga 30 ezer kilométer átmérőjű, tehát ez a pólus rész. És itt van ezek szintén. A színváltozás alul ilyen aranyszínűvé válik, ez olyan, mint az évszakváltás, tehát hogy nálunk a tavasz, ősz, stb. Csak itt ez 29 ezer földi év.
az izgalmasabb. Aztán a NASA ugye küldött ide sok-sok ugye, kis műholdat, hogy meggyőződjenek, hogy na most itt mi zajlik, de hát aztán valahogy mindig megsemmisült. Most két dolog lehet. Volt, amikor egy UFO forma korong alakú közeledett fel, és utána adta meg magát. Vagy beszipkázta az UFO, nem az első, mert kettőt is küldtek, Voyager 1-2, mind a kettő eltűnt, vagy megszűnt. Vagy oda ben a központba, azt mondták, nem most, akkor azt mondjuk, hogy megsemmisült, és innentől kezdve nincs közvetítés, de mi nézzük azért tovább, hogy mi történik az UFO-kkal, vagy degenekkel. Sajnos ez nagy valószínűség. Na itt van a kocka az érire állítva. Gyakorlatilag ugyanezt a hatszög formát írja ki, az a felhő, mivel gyönyörűen lehet látni. Ez mindenképpen rezgés, valami frekvenciától függ, frekvencia hozza létre. A gabonaköröket így csinálják az idegenek. Nem Jóska meg Feri kimegy, azt kitapossa, hanem a UFO, annak eredeti felvételenk, az UFO fölé száll a gabonakörnek, frekvencia, egy hang, különös hangot lehet adni, és szépen elfekszenek abba a formában. Szóval úgy, mint a lisztet, amikor rászorjuk a tonoszkópra, és frekvencia. Semmi extra nincs benne. Ami mégis nagy, hogy a gabona szálaknál, az nagyon különös, sejtes megnyúlás jön létre. Nem mind Jóskat, mint a elefánt a porcelánboltba összetapos, azt eltörik. Nem, ez sejtszerűen megnyúlik. Ez nem ugyanaz. Vagy összefonódik. Hát Jóska Pista miért azt összefonja? Azt a 74 méter átmérőjét, tehát az igen. Eközben éjszaka kitapossa Szlovákiában ugyanez az éjszakát, 120 másik ilyen, az kalapot előttük, tehát azért tudnak, ezek tudnak. Szóval hülyítve van épp. Tehát ugye most amikről beszélünk, az összes hülyítési formációt próbálom mondani. A Szaturnália ünnepéről szeretnék néhány szót. Azt tudjuk, hogy mikor van Szaturnália ünnepe? Karácsonykor. December 17 és 24 között karácsonykor. Innen származik az ajándékozás ünnepe is. A dobozokba adnak, a dobozok a kockának a szimbólumai. Ugyanis nem, akkor a rabszolgák szerencsejátékot nem játszhattak, tiltva volt. De ezen ünnep alatt igenis játszhattak, gyakorlatilag két kocka, meg egy torony volt, és akkor ha jót dobott, tehát mit tudom én, 12-t meg a torony állva maradt, akkor utána ő kérhette a szabad örök felmentését, hogy ne legyen rabszolga, de lehet, hogy egy hölgyet kért ünnepi falatoknak, és a püspök palaknyánál kezdte, ezt nem lehet tudni, de tehát sok mindent lehetett kérni, de fel is szabadulhatott a rabszolga sorból. Most nézzük meg, hogy itt a korabeli, tehát ilyenkor nagy tivornyázások voltak, ez a hét, ez a ünneplés, a buli, a szex őrülettől kezdve minden volt, és gyakorlatilag ugye a bilincset levették róla, szabad volt arra, ekkor meg volt engedve a szerencsejáték, mint olyan. És nézzük, a Szaturnusz temploma szintén itt van, illetve hát ennek csak a Roma, de nem a Roma, tehát nem csak a Róma hosszú Roma. Csak így egyszerűen, ugye, mint amikor a Gázsi meg a Zsiga eveznek a óceán, azt lát egy szigetet, a Gázsi, figyeld már, hát ez a sziget, ez lakatlan, most már lakatos. Szóval, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a Szaturnália ünnepet, tehát ezt a pervez életet élték ez alatt a hét alatt, és ilyenkor ajándékozták meg ilyen dobozokkal, kockáknak szimbólum, becsomagolták, és hát azt abban ajándékokat tettek, tehát ez innen van. És hát ugye karácsony ünnepen, utána véget ért ez a történet. És ugye ezt két kockával játszották, lényeges lesz majd, és hát ugye itt is a hatos a legnagyobb szám, csak itt kettő, tehát 66. Nézzük meg a kockáték, ugye a nemesek és a rabszolgák, ugye itt egy asztal vagy ilyen platni játszották, és akkor ugye nyert, akkor döntöttek, hogy mit kér cserébe. És nézzük meg, hogy a Szaturnál ünnepe mai napi összefüggései. Igenis, a One World Centerrel van összefüggésben, mert hogy nézzétek csak, ott van az egy torony, mi volt itt, nézzük csak, egy torony, két kocka, nézzétek meg, egy torony, két negatív kocka, lefele menek, az is kocka. Tehát azért ez döbbenet. És akkor nézzük meg, hogy itt jobban látszik, ez meg az élő, ez egy rajzszerű történet, íme itt van. Tehát
mai napig is az a közösség, ez mai napig is megcsinálja ezeket a rituáléjukat. Tehát ezzel ne lepedjünk meg. Ugye ma már 3-5-tel is szokták játszani a kockátékot, tehát ott 660 volt a legmagasabb szám. A kockának a szimbolikus szimbóluma és titka, hát ott a kába, az kockát jelent. És mi volt a Guystone-nál? Kockát tettek be, 6 incses kockát. Most az összefüggéseket szeretném megmutatni, hogy lássátok, hogy mennyire nem véletlen az, ami történik, hanem egy igenis egy elmélyű történet. Aztán nézzük meg, hogy a Mekka 2 oszlop, és középen a kocka. Régen hogy volt? Volt a 2 torony, és előtte volt egy kocka. Majd fogom mutatni. Nézzük meg, hogy ugye itt sorban mennek, 7-szer kell megkerülni ezt a kába kövét, ami a kocká, fekete kockában van, és nézzük meg, itt pedig vasreszelék van, hogy milyen véletlen, ugye? A forgataga, illetve a vasreszeléknek a távolsága ilyen gyűrűszerűen, pedig kocka élének el, nem, ez kocka. Nézzük meg a fején lévő tefilin. Az a zsidóság rakja föl, hogy Istennel direkt kapcsolatban kezükbe szoktak rátekerni a fekete szalagot. Az, tehát ők, nekik ez egy nagyon komoly, itt a slopó, illetve a slomó is látható. Gyakorlatilag itt jobbra lent. Tehát ezzel direkt kapcsolatban megint kikkel akarnak. Fekete kocka. Nézzük meg, hogy... Tessék! Ja, mondtam, hogy fogok olyat mutatni, hogy én is meglepődök. Én meglepődtem. Tehát gyakorlatilag ez pontosan erről szól, hogy sok mindent nem tudunk. Az ügyvédek, a papok, a bírók ezért járnak fekete ruhába. És milyen érdekes, a só kristály szerkezettel fölnagyítják, ezek só kristályok. Nem otthon tapasztották, szóval ez úgy, így van a só. Persze vannak olyan szabálytalanok, meg hogyha összerázzák, logikus, hogy eltörik, de alapvetően milyen érdekes a sókristály is. A kocka negatív van, hát ez az, amiről beszélek, ugye a Vörtét Center helyén, ott itt van belülről, tehát erre lefele jön, és ugye virágokat hordanak ide, és nézzétek meg, jobbra a kába köve Mekkába, ez a, hogy mondjam, ez a plac, és fölötte egy pozitív pluszba kocka, a fekete. Itt meg egy mínuszba, meg lefele még mínuszba. Tehát pont ellentmond. Ezek is csak véletlen. Miért pont ilyennek kellett lenni? Fekete kockák világszerte, mert hogy ez van, hirdetik egymást. Hát persze. Ugye a Mekka meg a Mokka az ugye érthető. Ausztrália, Santa Ana, New York City, Berlin, Spanyolország, Dánia, Manhattan, sorolhatnám. Hirdetik magukat. Nehogy azt higgyük, hogy ez megszűnt, ez mai napig is megvan. Sőt, az elé, az épület elé, amelyik oda teszik, tudják, hogy ez a jó helyre jövök. Itt van összeköttetés, van pénz, minden van. És nézzük meg, hogy milyen érdekes a kocka, hogyha így fölülről 3D-be megnézzük, kicsit széthúzzuk az éleit, vagy a kereszteződését. 9, 11. Jó, ez. Nem belemagyarázás, de mondhatom véletlen. És ott az iket 9-11 szintén. Jó, még egyszer mondom, hogy ez mint érdekesség. És itt a Trump torony például. Mi van a tetején a tornyán? Kocka. Ott a fekete kocka. Tehát mindig tudni kell, hogy kikkel állunk szembe. De így lehet megérteni. Most jobban értünk dolgokat. A macska horkó vagy valaki más? Béka. Béka is. Az ugatni szokott, hogy brekeg, nem emlékszem. Na szóval, tehát magyarul ott van Trump, ugyanez a csapathoz tartozik. Pedig azt hittük, hogy nem. De ezek árulkodó történetek. Őt a keresztény cionisták. Hát igen. No, nézzük meg, hogy a kocka alakú űrhajók, mert hogy... Rábi János, igen. Én hiszek. Igen. Gyakorlatilag itt van ilyeneket, ezek eredeti felvételek, kocka formájú űrhajók időnként belépnek a légtérbe felhőkből, ezek eredeti felvételek. Sőt, a NASA felvétele például ott mutatja az UFO-t, hogy valóban a nap mellett ott van ez az UFO. És bizony nem ég szét, hanem beleszáll a napba. De rendszeresen vannak felvételek, a napba belehaladó szerkezetek,
miféle hőterhelést bírnak el. Gondoljunk bele. És akkor gyakorlatilag ezek jönnek, mennek, beszállnak a napból ki, különböző formájú űrhajók, itt most azért a kocka kapcsán mondtam, magyarul az a csapat összetartozik ezekkel, ezt ezért tettem ide. Ugye nem véletlenül éppen egy balett mozdulatban rögzítettük. De gyakorlatilag ezek, igen, létezők folyamatosan sértik meg a légterünket, tehát ez így erős, mert hogy ők vannak itthon, tehát azért legyünk őszinték. Nos, hát ezek eredeti felvételek voltak. Szaturnuszi gyűrűk, mert ugye mondtam, hogy van ABC, és meg CBA is, tehát oda-vissza is igaz. A szaturnuszi gyűrűket nézzük meg, ugye óriási méretűek, és kristályból állnak szinte, tehát hangolni lehet rezgésként. A jeggyűrűk, a házassági jeggyűrűk is ennek a szimbólumai, tehát keresztbe bele, de nem azért, mert nekünk, hanem gyakorlatilag ők az egymás közti összetartozást aztán utána elterjedt világviszonylatban. És akkor most mutatok egy véletlent, ugye? Létezik a patkánynak is a Ratzinger, ez patkányt jelent, nem mondtam rosszat. Én nem bántottam meg, pedig szerettem volna. Tehát gyakorlatilag csak a nevén szólítottam. Na szóval nézzük meg, hogy ezek bizonyos időszakokban direkt viselik. Azt ők nagyon jól tudják, hogy mikor kell ezeket viselni. Tehát... Fejerkének is volt ilyen, nem? Kinek? A Böskének, Erzsébet királynak. Hogyne? Hát ez üzennek egymásnak, tehát persze. Valamilyen ünnepek, amiket ők tudnak, persze. Hát, hogy nézzétek meg, hogy ugye Jackson is, ugye a szaturnuszi szimbólumot használta. Hát most erre mit mondjak? Majd mondok még többet, majd látok. Vatikán, aki nem volt a múltkor, most itt van. Már úgy értem, aki most itt van. Gyakorlatilag egy picit folyok bele, hogy azért aki kimaradt abból, azért ebből ne maradjon ki, hogy Vatikánban sok érdekes dolog van, ugye itt építették meg ezt a speciális konferencia, vagy audencia termet, ahol meghallgatják az embereket, és a feltámadás szobrot itt állították föl, és nézzük meg, hogy a konferencia terem kívülről mire hasonlít. Segítek, egy kígyó, mi a fenének kellett egy audencia termet, most tényleg kérdezem, hát egy szociálban nem jó nézett ki volna minden derékszög, azt jó van? Na jó van, egy téglalap is van. De miért kellett így? Ő mondta a Évának, hogy harapjon az alamából. Ah, értem. Jó, meggyőztél. Éppen harapás előtt van most. Jó, nézzük meg azt, hogy belülről, ott végén ott van a kígyó foga, itt vannak a szemei, a mennyezet, ez mind egy kígyóra, sőt, ilyen szó szerint ilyen fehér, és ott vannak a méregfogak, látjátok a végén. És ott ül középen a papa. A nyelv. Ah, igen. Gyakorlatilag, hát ugye, második János is itt tartotta ezeket, de nézzétek meg az sok éjjelző szerencsétlen ember. Úgy meg eszébe nem jut, hogy egy kígyó épület szimbólumában megy be, fogalma nincs, el se hiszi. Ha mondanám, és nézzétek meg, azért tettem ide direkt egy fehér pitont, hogy itt szinte minden ugyanúgy fölül is fehér, és ugyanolyan szálkázottsága van fölül a mennyezetek, mint ennek a fehér pitonnak. Ezek csak mind véletlenek, ezek most a véletlenek beszélünk. És a szeme, ott látszik, hogy egy függőleges szem, de gyakorlatilag, mint a hüllőknek, véletlen. Tehát azért tettem oda, hogy azért na, rá lehessen jönni. Hát azt most, hogy ez miféle hüllő, mert ugye ez Jézus éppen a kilövés pillanatában van, gyakorlatilag olyan nagy szélvihar kerekedett, hogy a haját belefújta a sarja, és akkor lukacsosan fújta. Mert hogy, nézzétek, csak ott van a hüllő fej. Oldalról úgy néz ki. Hát azért mutatom persze, hogy ott igen, jobban, itt jobban lehet látni, nem? Ez lenne a csaló. Hát ez, de ha közelmész, látod, hogy fejt, de mikor van, hogy a szél így fújja a hajadat, hogy itt hagy egy kis tájékozódási pontot. De van zsemész. Értem. Tehát Jézus is használta a zselét, már rendben van. Én velem lehet beszélni. Na, hát ez klassz. Tehát gyakorlatilag, és nézzétek, mit jobban kinagyítottam, hogy ott lehet látni az arcát is, de messziről nem lehet látni. Teljesen más egy hüllőt lehet látni.
És akkor itt van szépen ugye a barátunk, aki neki mi a fenét, hát Weishaupt után meg kellett tanulnia, az ördög, a szarvas állat nélkül egy tapottat sem. Nincs az a mise, ami enélkül megtartta, mert akkor semmi se lesz belőle. De meg kellett tanulni ennek a gyönyörűségnek, ennek a jezsuita, a náciknál nácibb Zion gazemberek, mert ugye a jezsuita rend az egy Zion gazember rend, detlenség. De gyakorlatilag, de neked is tetszik, ha minden nap találkozik vele mondjuk. Na és nézzük meg, hogy a Róma elbukott császárisága és a mai napig is tovább ér, és ők viszik tovább ezt az utat, ezt nem akarják kiengedni a kezükből. Ma a jogban, ma is a római jog az alap. Igen, úgyhogy is. Vatikán. Mit jelent ez a szó Vatikán? Vatika. Patika. Vatika. Patika. Ott, ahol a Marika lakik, a patika. Nem. Vati és a kán. Vati, isteni, Káin kígyót jelent. Vatikán, Isten kígyót jelent. Na most már érthető, hogy mi a fenének van az az épület úgy megépítve, meg mi a fenének kell ennyi hűlő történet oda benn. A palástján, ugye azt én meséltem, azt a háromszöget, itt most nem pont, hát ez a gyönyörűség, ugye, ott az ördög, ott van a jobb vállán, rá van hímezve. Így van, hát ez tényleg, igen. Jobb lett volna, ha hullámot vár, de csak alakot akar. Nézzük meg a pápánál, ugye, hogy a perui, a chilei perui területen van, ez az, az a rajzolat, ugye, és nézzétek meg, ott van a, ja, megmutatom, ja, mondtam, hogy megmutatom, hát ott van ugyanaz, mit keres a pápa palástján, de úgy tényleg költik egy idegen, egy földön kívülének stilizált ábrázolása. Mit keres? Jó, hogy mennyit, azt nem tudom, de hogy mit, az igen. Sőt, ott van a kereszteződések bolygója, ugye, ott alul, alatta. Az a pogány kereszt. És akkor ugye erről már beszéltem, ugye ez az úgynevezett speciális háromszög spirál, ami a pápának ezen palástján van rajta. Nézzük csak, ugye itt van. És akkor mellé tesszük azt, itt van. És itt van, ide teszem, és ez a jobb oldal a pápa palástján, ez a fiatal fiúkat szeretem üzenete. Na most, ha a pápa nem tud róla, mert ott sosincs pedofil, ott nem lehet, ott nem, valami tévedés lehet csak. Balogh Zoltán kéne megkérdezni, aki azt mondta, hogy eltoltuk a biciklit, tehát ő nagyon eltolta, Róli lett belőle. Gyakorlatilag ő biztos meg tudná mondani. Meg kibőtölnénk, akkor talán lehetne jobban többet tudni. De a lényeg az, hogy többféle ilyen jel van. Ha nem tudja, az a baj, ha tudja, az a baj. Te biztos, hogy kéne viselni ezt? Bocsánat, hirdetni? Mert ez... Különös szobrok is léteznek, ugye, ezek a Skóciában vannak, nem, én fényképeztem most, bár ott jártam, de tényleg ilyen különleges vízköpök vannak, ugye, ahol a Eresz, a Szájer rakta föl ide ezeket, Eresz csatornán keresztül mászta meg a... Ez megbírná, nem? Tessék? Ez megbírná. A rögés nélkül nem. De szóval, tehát ilyenek vannak, nézzük meg. Tehát nem kérdés, hogy honnan vették az Alien című filmnek, de ezek lények voltak valóban. Ezek valóban lények. És nézzük meg, ez egy feszes öt bejárat egy térben megy befele, a királyok előtti, ez a királyok ajtó és a San Juan ajtó. Nézzük meg ott legfölül, hogy mi van ott, ahol egy piros keresztet, illetve egy téglalapot tettem, közelebbről megmutatom. Most akkor vissza kell kérdezek, hogy volt-e fantáziája az Alien készítőjének, vagy egyszerűen csak másolt? Ez a nyolcadik utas a halálból van. Az az Alien. Jó reggelt kívánok az Alien-ővel! De az Alien az... Ugyanaz. De az az... Az bajom az Alien-ből. Az IT az a hosszújuk is valami. Ez meg az Alien-ből való. Tehát ezek a valós, sőt, és nézzétek meg a mellkasból, a kilépő az a különleges lény, a szintén, ugyanis abban a filmben. És ez nem ugyanaz, amikor felújították a Notre Dame, bocsánat, a Notre Dame
Notre Dame-ot, párizsi Notre Dame-ot, ez nem ugyanaz, mert ott benne van, beletettek egy szórakozásba ilyen űrhajóst, ilyen légző, ezek eredetiek. Az utólag, amikor javították, akkor egy ökör hülyeségbe föltette, hogy majd a hülye ufósok ezen majd belelkesülnek, hogy már akkor is a Mi Anyánk című templomon ilyen található. Nézzük meg, hogy ez Hollandiában van, úgy tudom Hollandia, de ez most nem vennék be rá mérget. Minek kell ilyen szobrot csinálni? Úgy a férfit, mint a nőt, gúzsba kötve, körülről ez a sárkánygyík. Hát most én nem tettem meg, na hát Kínában aztán ott a kígyótól, 9-10 fejű kígyótól kezdve nem sorolnám föl. Ugye itt van a Baphomé, ugye az a kecske állat, úgymond kecske állat, amelyik, és itt van George Washingtonnak, nézzük meg a kéztartását. Milyen érdekes. Igen? Csak annyi, hogy állítólag Baphometnek a beavatási szertartása az volt, úgy fejezték ki a hűségüket, hogy a gyakorlatilag az ánusz rózsáját meg kellett csókolni. Hát igen, mondjuk ez egy szép divat, akinek van hozzá gesztusa, illetve gusztusa, de igaz, akkor hogy mondjam, hogy január 1-e ezeknél a köröknél, az minek az ünnepe? A fétyfavágás ünnepe. A tönyörű ünnep. Nem? Szóval na, és utána megeszik. Tehát azért mégiscsak. Úgy, hogy mi? Mit? Nem azt, hogy mi? Mit? Na menjünk tovább. Látom, ez. Ma már nem vacsoráztok, úgyhogy elintéztem, a vacsora megmarad. Jövő étre fagyasszátok le nyugodtan. Műszeresen. Jövő étel megeszem. A rosszabb, amikor beleteszik egy kis üvegcsébe, és ott hordják a nyakukba, de. És ha valaki éhes, akkor azonnal van kaja. Tehát Bohemian Grove-ról biztos hallottatok, a Bohem Liget. Ez Colorado Springsben van, és ott évente egy hétre, egy bizonyos mindig megkegyeznek egy időpontban, a világ előkelőségei, hát ezt az előkelőségeit azt hagyjuk, azt idézőjebb értem, itt találkoznak. Na és akkor nézzük meg, hogy mit csinálnak. Ugye előtte vissza kell menni az akkád időbe Istár, Inanna vagy Inna, ugye, szintén ide jön. Gyakorlatilag ők a növény és az állati vegetáció, a szerelem, a visszáj, termékenység, anyaság, stb. Istennője volt. Tehát az egy elég pozitív szerep, mert úgy nagyon sok mindenhez értett. Igen, ám csak kiforgatták ezt is, meg hát úgy is mondják, hogy részese volt ennek is ő egyébként. És most fordulunk oda, amiről beszéltünk, és fölvetetted, ha még ébren vagy. Jó, oké, hát köszönöm. Én már majdnem alszok, de föl, hogy valaki fönn van, figyelje valaki, hogy mit mondok. De gyakorlatilag itt ott van mellette a bagoly. És ez a nagy bagoly, ez is a Szaturnuszi divatnak, ez egy több méteres bagoly, ő a Lilitnek hívták, Lilitnek hívták, és hát ugye itt egy speciális szertartás van egy héten keresztül. Itt megbeszélik, hogy a világ dolgait, egyébként a Anunnakit, ugye, tehát a alászárt angyalok, ilyen volt Inanna például, ő egyébként egy harci gépnek volt, a nagyon profi, rengeteget lőtt le másik civilizációknak ide látogató lényeit, űrhajóit, stb. Tehát ő egy nagyon profi hadásznő volt, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát nagyon jó vadászgépeket vezetett, és gyakorlatilag sikeres volt, szinte minden csatáját megnyerte. Úgyhogy ez mind érdekességet. És akkor nézzük meg, hogy ezen a helyen van az a kör, ott van egy ilyen 2700 hektáros területen van ez, csak azt tudni kell, körülötte tó van, csak csónakkal lehet bevenni, és katonasság vigyáz rájuk, és itt szoktak találkozni. Itt most a vacsi van, tehát utána most a vacsi, később az acsi, és aztán utána minden buli megy. De gyakorlatilag itt van a rendőrség, a katonasság biztosítja nekik a területet, be se lépett senki. Mégis készültek felvételek, újságírók, ővre szerelt, ilyen kis kamerával filmre vették, de elkapták egyébként, addigra már nagyon sok mindent megmutatott, és utána azt mondták, hogy úgy kell bemutatni, csináljon most már egy filmet, de úgy, hogy itt minden szép, itt minden jó, itt minden gyönyörű. Miközben itt döntenek rólunk, az életünkről,
a háborúkról most már szintén, persze ugyanúgy Zürichben is, tehát gyakorlatilag ez a része nem változott. És itt vannak, beszédeket mondanak, stb. Tehát első két-három nap az ilyen felvetések, ötletek, aztán elfogadják ezeket, és gyakorlatilag, hát itt vannak a nagy elit, ugye, Henry Kissinger, ugye, George Simpla Bush, USA elnöke, ugye, Dick Cheney, USA alelnöke, Ronald Reagan volt USA elnöke, tényleg régen volt már, Bill Clinton az USA elnöke, ugye, aztán Tony Blair, ugye, Great Britain-től miniszterelnök, Condoleezza Rice, ugye, a hölgyemé, USA külügyminiszter, és sorolhatnám, Edward von Teller ide járt, Kádár Béla ide járt, emlékszünk Kádár Bélára, ide járt, a Trilaterális Bizottságnak volt az egyik tagja, a három alapú bizottságnak volt a tagja, és sorolhatnám még a nagy neveket, Andrődi, most nem emlékszem, Andrődi Péter, nem tudom, hogy a Budapest Banknak volt egy ideig az igazgatója. Na de itt ezek a klasszok itt találkoznak. Itt például szintén Ronald Reagant látjuk balról, és jobbról Nixont. És aztán, ugye itt van a híme, és akkor ott van Dwight Eisenhower elnök is ott vett részt. Ugye ő az, aki nem írta alá a földön kívülekkel a szerződést, hogy itt örök béke lehessen. Tehát jobb, ha háború van, jobb, ha halnak az emberek. Jó, hogy jó lét lenne, nem akarjuk. Nekünk jó lét van, az elég, nekik még nem kell. Rájuk nincs szükség. Tehát azért így kéne tisztelni, tehát egyet köpni kéne, amikor egy ilyen ember megjelenik, nem pedig oda menni és csődülni. Pontosan, és tapsolni meg. Hát igen. Szóval, igen, és meg kell mondani a királynak, hogy mesterem vagy király, tehát te azt hiszed, hogy fő vagy ötlet, de baromira nem. És nem csak itt, ez világviszonylatban. Ezek azok az emberek, akik azért vannak oda téve, hogy végrehajtsák egy sokkal felsőbb intézkedést. És nézzük meg ezek az eredeti felvételek, ugye ő nem tudta egyenesen fölvenni, hanem a nadrágszíjat fordította úgy egy kicsit, mintha igazítaná, és, de ebből nagyon sokan meg film, mozgófilmet láttam belőle, tehát valós. És a döbbenet, hogy az utolsó napokban, amikor bocsánat, mindenki elmondta a magáét, és minden megtörtént, akkor ilyen három nap buli jön. És akkor különböző szobák vannak, különböző színekre festve, és akkor annak megfelelően a pedofilok ebbe a szobába mennek, a heteroszexuálisok abba, és akkor én nem sorolom végig, a pervezek amabba, és akkor kiélik magukat, és akkor van egy borzalmas történet, amit most láttuk ott középen, áldozat. Nagy lángon, emberáldozattal zárják a hétvégét, ott kezdik a papok meggyújtani, középen, és akkor előtte itt vannak, akiket ugye adott esetben megkínoznak, felakasztják, és utána meg elégetik, mert mégiscsak nem maradjon. És így maradt, mert fosszíliákat vettek ki, visszamentek újságírók, visszalopakodtak napok múlva, amikor már elmentek és nem őrizték a területet, és ebből a részből, ahol elégették az áldozatot, vettek mintát és emberi csontszövet mintákat, égett csontszövet mintákat találkat. Ez a bohém liget. Még a szó is döbbenet, hogy micsoda pofátlanok. Tehát ezt ők bohémságnak tartják. De mi lenne, ha téged égetnénk el? Akkor is bohém lenne? Ja, akkor már nem annyira. Mert én a rostos ütőt szeretem. Tehát nem szeretem, csak szólna. Tehát és akkor ilyen perverz módon beöltöznek ilyen sakálnak, meg mindennek, meg ott vannak a prostituáltak, elrabolt gyerekeket hoznak. Itt tárgyalták meg az atombombát is, hogy le kell dobni, végezni kell emberekkel. Tehát ez a fat boy, ez a kövér fiú, ugye? Jól mondom magyarul? Ja, angol mondtam rosszul, jó. Ja, mindegy. Szóval gyakorlatilag itt tárgyalják meg a világ dolgait, itt döntenek rólunk, és titkolóznak utána rólunk, előttünk. És mi azért választjuk meg se, mert mi nem választjuk, ők választják, meg gyakorlatilag előre megmondták, tudom, de megemlítem, Antal József 27 éves volt, és a Országos Széchenyi Könyvtárnak a dolgozója volt, egy egyszerű kis dolgozó, és előre megmondták, hogy rövidesen
te leszel Magyarországnak a miniszterelnöke, amin ő elkezdett mosolyogni. Hát ez butaság. Szerintetek volt ő miniszterelnök? Ja. Ugye most mondják, ugye szintén Óvének, hogy te leszel a miniszterelnök, ugyanezt mondták. És a CIA beültette a miniszterelnöki székbe, átvilágítás nélkül. Most nem részletezném a többit. Tehát gyakorlatilag itt van, amikor ott gyújtják, most már látszik ott, ugye az előbb csak ott voltak, és utána szépen fellobog a láng, és ennyi. A Kapitóliumról érdemes még egy pár szót. Ugye Szűz Máriát akarták ide feltenni a tetejére a szobrát, mert minden úgy döntöttek, hogy hát oda azért ez egy menő dolog, meg szép dolog, mégis Szűz Máriát. Aztán vagy az anyag fogyott el, vagy nem tudom, de aztán úgy döntöttek, hogy persze Polnét az alvilág istennőjét tették, és jelenleg az van fönt. Hát belülről, hogy mik vannak, azt most hagyd ne részletezzem, mert akkor na, erről most külön tudnék órákat beszélni, de csak annyit, hogy belülről a faunok vannak végig, úgyhogy na, szóval élni tudni kell, na, szóval. És itt van az USA egyik sátánista szervezete, egyháza, a Kapitólium előtt, mondjuk ma már nincs becsület a Kapitóliumnak, sátánista szobrot állított fel, és azt mondták, hogy nekik joguk van. Ez nekik joguk van, és igenis, bármilyen tiltakozás volt szenátusi, akkor is felállíthatták, és megtarthatták. És itt megírják, ugye, hogy a jövő háza, a Baphomet emlékmű, sátánista templom. Ott van, feketén, tényleg fehéren, gyakorlatilag nem szégyellik. Tehát nyíltan. Hát, ha kinek nem tetszik, az elfordul. És ezt ott kint, a Kapitólium előtt, simán. Aztán nézzük meg, hogy na, mi se vagyunk a Deák Vásznánál különbek. Ezek ugye a New York kávéház, és körbe 16 darab, mert ugye ez sarokház, szépítve nem lenne szép, de gyakorlatilag ott vannak fönn a sátánok, a szarvas állatok, vagy kecske, szárnyas, hímnős, tehát férfi és nő, nem patákba végződik a lába, és fölött a megvilágosodás az Illuminati tartják, miközben az egy tojás, mert hogy hűlőként tojásra szaporodnak. Csak itt úgy néz ki, mint hogyha a megvilágosodás, ez nem a Lucifer, nem, ez a Baphometnak a szimbolikus képe. Hát aztán, ha bementek a New York kávéházba, akkor izgalmas a aula részbe, hát oda egy külön projekt oda bemenni. Ott az Orion csillagkép, az Orion van kirakva, gyönyörű drapszínű, ilyesmi világosból, és az Orion csillagképnek van kitéve, illetve kirakva a szimbóluma. Ha fölmegyünk az emeletre, akkor egy, ja, lehet, itt, ja, igen, ja, így néznek ki gyönyörűek, de akkor nincs többi. A lényeg az, hogy 16 darabban, hogy érezd a törődést, hogy nem egyet, azt akkor mindenki körbe, akkor nem fél szoba. Hanem, hogy mindenkinek legyen tágas helye. Tehát ilyet kell föltenni, mert milyen más kellene a New York kávéház külső falára. Belülről azt hittem, beletettem a képet, belülről egy ilyen csap van, és ott van a Lilith, vagyis a bagoly. És mert tudjuk, hogy a bagoly az nem csak a bölcsességnek a szimbóluma, hanem az alvilágnak a szimbolikus szereplője. Hát nézzük meg, ugye Baphomet, ugye Madonna mindent megtesz érte, hogy hasonlítson. Gyakorlatilag most csak úgy egyet tettem ide, de több ilyen felvétele van. Ez a Podmanicki utca sarkán van a Szabadművesek háza. Tehát nyíltan hirdetik, de egyébként a New York kávéházzal szembe fölnézel, ott van Krisztus Tiszt Megisztus szobra. Nem szégyenlősek. Ja, és a belső emeleti rész, úgy, ahogy a Kapitóliumban, mindegyiknél egy csodálatos faunok tömege van. De ha átnézel a New York kávéházba a túloldalra, akkor ott meg ilyen részből készült, antikolt részből készült fa, mint akácfa lenne, és ez részből van, és egy fészek van, és benne tele van ördöggel. Hát mit kéne a 6. kerületi kormányzat elégedni? Nem. De legalább 7-et, mert akkor mondtad neki, te 7 ördög vagy, de nem. Te több vagy 4 ördög néz ki belőle. Ki volt az, aki ezt engedte felállítani? Meg miért pont a polgármester hívott el elé? Tehát annyi kérdésem van. Nekem is, úgy értem. Hát ez is itt, ott van a bagoly, látjátok, középen a bagoly. Ott van a derékszög, a szabadkövesi jel, derékszög és a háromszög.
illetve a körző, fölül meg a mindent látó szem. Nincs itt is. Nézzük meg, ugye nem mindegy, hogy az ötágú csillagot hogy tesszük. Ha fordítva tesszük a két szára, az az oroszoknál, meg az amerikaiaknál egy részébe. De ez például a vadászistenő Molochot szimbolizálja, gyakorlatilag a kecske. Ugye ez viszont a sátáni kecskének mondják. Látjátok, a szakálla van lefele, a két füle, és fönn a két szarva. Na most ezt úgy van, hogy Debrecenben a főtéren a Bikaszálló val szemben van egy ilyen kővel kirakott rész, ahol egy piramis, Trismegisztos pálcája van ott, és ugyanez a jel paprikavirágból kirakva, úgyhogy a piros paprikavirág, a piros szakár, meg a piros szarv. Hát azért az már mutasson valahogy, nem? Most őszintén. Ott van ugye a Molloch, akit látunk, és ugye ez a D20, vagyis a demokrácia nemzeti találkozójának a szimbóluma, az a kék színű, és hát ott a fülek az a fekete. Hát mi lenne más, most őszintén? Hát ez azért csak mégis a demokrácia, ugye az nevében is benne van, mindig mondom most is, democsokráciának lehet nevezni, mert ennél rosszabb nem létezik, itt a szünetben beszéltünk róla, a demokráciánál rosszabb nem létezik. Ettől minden jobb. Az összes rossz, de ettől mind jobb. Mert mi is a demokrácia, többségi akarat. Tehát a 10 egyszerű számokkal 10 sötét hülye megmondja a 9 értelmes, egyesével 50 diplomával rendelkezőnek, hogy az lesz, mert többen vagyunk. Kész. Jó, hogy hülyék vagyunk, az nem baj. Ezt hívják demokráciának. Többségi akarat. Hát ez egy jó ki van találva. Aztán nézzük meg a sátán szent madara, ugye a páva. Bizony, Vatikánban ott lehet, ugye még a gyerekeknek a filmjében is ott bemutatják szépen, ugye a pávát, ott a mindent látó szemek ott vannak a páva tollán, ugye szimbolikus, de jó pofa. Azt nem mondom, hogy azért rakták össze a pávát, hogy ilyen legyen, de szét még lehet szedni. De gyakorlatilag Kung Fu Panda, mivel ez a nagy böszme, mivel verekedjen egy hülye tyúkkal? Hát most jó pávának hívják, de hát, mert a páva az egy nagyon, mondjuk harcias, viszakú harcias egyébként, tényleg. És akkor ő majd rendbe rakja ezt a húsgombócot. De hát, mert ennek üzenete van. Ugye itt is gyönyörűen a mindent látó szem halmaza. Ez a, ugye a magnum opus, tehát ugye Lucifernek ugye a vezess az úton jeligére a hirdetőbe. És gyakorlatilag másik ilyen madaruk is a holló, Mátyás királynak mi volt a madara? Igen, és a vadász mit csinál? Hol lő, hol nem lő. De gyakorlatilag a nigredó állapotot jelöli ez. Tehát ez egy szimbólum, a fekete, hogy mondjam, a fekete négerséget szimbolizáló, tehát úgy mondjuk, hogy egy fejletlen állapot előtti valami azt szimbolizálja. És hát itt van a híres Skulls and Bones, meg a nigredo állapot, ugye, a magnum opus, amiről beszéltem most, gyakorlatilag ez a halál állapotának a szimbólum, hogy ne féljenek a haláltól, meg egyebek, és a Koponyák és Csontok társasága a Yale Egyetemen képzik ezeket. Hát ide előkerül úri gyerekek mennek, ugye, itt tanult például George Simpla Bush, speciál, aki ott be van karikázva, az apja éppen az eredeti George Bush. És jobbra pedig a koponyán belül a szemébe benne van a triskele. Tehát ilyen három, mint egy ilyen spirálszerű valami lenne. Ez pedig ott benne a szemzúgban lehet egy picit látni azért talán. Gyakorlatilag ez nagyon sok helyen van a triskele. Máltán található nagyon sok ilyen szimbólum. Ez úgy, mint a víz, a tűz és a levegő. Tehát ezt így érted, tehát nem az ötelem, csak a triskele, a három. Három elem. Igen, egyik varta, a másik meg bármilyen lehet. Tehát a Yale Egyetem is itt van, ez a szimpla mose, tényleg nagyszerűen. Láttam egy olyan klassz fotót, amit ide tettek egy műszert, és rá volt írva, hogy no signal. Tehát látszik is rajta. Tehát ő volt a szentállata úgymond a pápaságnak, mint olyan is a sátánnak. Ezért a belső udvarba, a Tobozmiri, Toboz udvarnál,
ott most lehet, hogy ide nem tettem be, a két páva vigyáz a topozmiritre, az emberiségnek a tudati szintjére, hogy nehogy túlépjen, hogy ezt mindig tudják, hogy vigyázni kell rá, mert az ember elhatalmasodik, akkor még alkotni is tud megteremteni. Az meg nagyon hülyén néz ki. És akkor ugye ott a, ez a himnős állat, középen a kundalini, ugye? Szepes Máriának a vörös sárkány. Igen. Ez ugye a gyökércsakrából jön föl, és a koronacsakrához fölér, akkor extra képesség. Ugyanígy, ahogy a kígyónak a szimbóluma, amikor a palástját kinyitja, akkor egy felső szférával kommunikál, vagy találkozik. Tehát ez, mondom, ez a fáma. És eljutottunk a Szaturnusz mágikus négyzetéhez. Na hát, ez, erről ki tud valamit? Pedig azt hittem, megtudom. De hát így akkor nekem kell elmondani, de nincsen baj. Nézzük csak. A numerológiában ugye vannak dolgok, hogy összeadnak számokat. Ezt a négyzetet, ezt akár beleírt számokat, látjátok, össze-vissza van. Ez úgy van kitalálva, hogy egyesről a kettes, hármas, négyes, stb. És az elnek a jele szimbóluma, a sátani szimbólum. És ha összeadjuk 8, 3, 4, az 15. Bárhogy összeadjuk, de ha a rézsut adjuk össze, akkor is 15 jön. És akkor jön most a numerológia, amikor mit csinál? 15-öt összeadja még egyszer. 1 meg 5 az mennyi? 6, 6, 6. Így is 6, 6, 6. Úgy is 6, 6, 6. És ezt itt az órunk előtt művelik, ugye? Elmondtam végül is, ez a lényege. És hát ez mind 666. A hatszögű csillag és középen egy pöttye, elmondanám a pápának a süvegén, ugyanígy van, de hogy ez micsoda, a törvénytelenség misztériumának, az ördög odaadásának szimbóluma, vagy pecsétje. Mit keres az ördög pecsétje a pápa sapeszán? Most őszintén. Mert legalább egy svájci sapka lett volna rajta. De nem az. Vagy egy florentin kalap. Neki nem, neki ez kell, ez a süveg. Gyakorlatilag ez pedig a Dávid pajzsaként is jelölik a zsidó rituáléban. De hát nézzük meg, ugye ez már volt a méző, ugye az a szabadkömes és a Dávid csillaga az ott fönt középen. És akkor most jön a döbbenet, hogy tulajdonképpen a vörös pajzs az Bauereket jelenti. Honnan is mentek, mindjárt mondom, Frankfurtból települtek át, és ez a Bauer, ez a házuk fölött lógott, ez a két piros háromszög egymásba tolva, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez egy pajzs, vagy piros jelnek is hívták, átjöttek oda, és Rothschildok lettek, vagy vörös pajzs. Tehát a Rothschild család tulajdonképpen Frankfurtból vándorolt ki, és ott kezdték meghódítani a világot. Tehát gyakorlatilag ők hozták létre Izraelt is. Úgy, hogy közben gyűlölték a zsidóságot, meg mindenkit, minket is. És addig erősködtek, míg rákerült a zászlóra az ő jelük. Tehát a Bauer Zsolt ilyenkor nem tudom, hogy érzi magát. Fogadjunk az apja volt. Ja, de hogy is, Karácsony Gergely volt az is a híves, igen. Mert ugye most ez van. Nézzük meg a bírók fekete ruhája és a kalapács, ugye már vettük, sarló és a kalapács, Kronosz mindig sarlóval és kalapáccsal jelentkeztek, ez mind-mind annak a szaturnuszi szimbolikának a része. Tehát amikor a végén leüti ez a punktum, nincs tovább, én ezt mondtam, és ez van. Aztán a szernő, ha tartsunk egy szünetet, törkény egy perces? Én nem tudom, csak kérdezem. Igen. Bírjátok? Valakinek nem bírom? Mondom a szünetet, azt igen. A szünet. Jó, akkor szünet van. Akkor szokásos módon tényleg egy őrkény, egy persze, hogy ne húzzátok le. Tehát üljetek vissza, megyünk tovább. De gyakorlatilag.